történt már epikus dolog a magyar streamek történetében, sőt így alapból előadások történetében történt epikus dolog, akkor az ez. Mint tudjátok, ugye volt előtt mondtam, hogy tök jó lenne, ha kapnánk egy kis sátrat, és ott lehetne másnaposkodni. Fel is vette volt velünk a kapcsolatot, és akkor megszerveztük, hogy szombaton délbe, hát nem a legtömöttebb időpont, de hogy szombaton délbe akkor ott tartanánk egy kis közös videónézést, mint amit ugye ezen a csatornán szokott lenni, csak egy nézőkkel együtt. Szellemlátó lánya volt egy podcastben, elég sokan látták már, úgyhogy gondoltuk, mi is megnézzük, és akkor ad egy ilyen kis témát, amit megbeszéltünk ott idegességünkben a színpadon, ami egyébként azt mondták azon a héten, akkor voltak ott a legtöbben, szóval ez különösen jól esett, hogy ennyien eljöttetek. És főleg, hogy ilyen last minute volt az egész, tájékoztattak róla, hogy az a lány, akiről ez a podcast szól, az ott van a Voltan is. Tehát a legjobb szenárió volt az, hogy pont arra jár majd, vagy megtudja, hogy ott mi történik, és akkor oda ül közénk. És hát arra járt. És hogy mi történt ezután, hát azt mondom, a videóban látjátok, de ilyen epikus dolog még ritkán történt, hogy sőt, egy reakció videók történetében ritkán van ilyen, hogy valakire éppen reagálnak a videóban, és nem feltétlen hízelgő módon, azért mi tudunk, hát van egy stílus, hát ez szórakoztatónak kell lenni, de hát alapból vannak témák, amik triggerelnek minket, és rögtön ott van élőben, akiről beszélünk. Szóval én azt mondom, hogy ez a fókuszcsoport történetének egyik legmenőbb, spontán és legepikusabb pillanata, úgyhogy egy hosszabb videó következik most, úgyhogy álljam, hogy rakjátok be a háttérbe, ahogy szoktátok amúgy is, de szerintem ezt mindenkinek érdemes megnézni, mert ez egy igazi spontán. Nyilván nagyon idegesek voltunk, főleg az elején, meg miután kiderült, hogy ott a Lili. Kicsit feszülten indult a dolog, de hát ez nem egy hétköznapi szitu. Mi színpadon alapból sose szoktunk beszélni, szóval ez már alapból egy új szitu volt, főleg így ezzel megspékelve, főleg az utolsó nap, amikor végig fesztiváloztuk és forgattuk a hetet, és még jön egy normál fesztiválos videó mindenképp a Voltról, egy rendes, tök jó témában kérdezgettük az embereket, de gondoltam, hogy ezt most megosztom addig is, mert ez egyik kedvenc fókuszcsoport pillanataim ehhez a videóhoz köthetőek. Szóval kezdjük el! Jártam tegnap az SBO-t a Soproni kórházban, úgyhogy elég ramaty állapotokban vagyunk, vagyis én az élen, de amúgy mindenki más is. Mindenki kérlek, így kezelje. Utolsó nap, nagy energiákat kell hozni, miről beszéltek? Föl kell pörögni, mindenki azért van itt, hogy még egy utolsót bulizzon, úgyhogy... Hát gyakorlatilag felrobbantjuk a Volt Fesztivált. Bocsi a technikai gigszerekért, de még ilyet sose csináltunk. És közben közvetítjük is, meg hát ahhoz, hogy videót nézünk kell, hang, meg kép, meg minden, úgyhogy itt még lesz szarakodás. Vezessük fel. Köszönjük a nézőket, köszi szépen, hogy eljöttetek. Ugye, nagyon sokan vagytok, én azt hittem, hogy pár ember lesz itt, és ez így sokkal stresszesebb, mint gondoltam. Főleg, hogy amúgy egy utolsó pillanatban jött össze az egész, meg minden. De... Tudtad már egyébként szerdán, hogy ez lesz? Igen. És kedden. Valamikor írtak, hogy akkor lehetne. És aztán ja, már szerdán. Ment a fesztivál, mikor van. Úgyhogy nem tudtak kilakni a plakátokban mindenben. De ja. Nem baj, majd jövőre megint kirakják. És akik itt vagytok, azok mindenki sátrazik, és akkor ide ledőlt? Igen? Van, aki képes volt ezért hamarabb följönni? Tegye fel a kezét. Na, az nagyon stressz. Yeah! Igazi hősök vagytok, hogy igen, itt vagytok. Igen, de ne felejtsük el, hogy mi is fölkeltünk. Tapsoljuk meg magunkat. Twitch-e mondjuk néznek 10-szer ennyien, és ez sokkal stresszesebb, hogy itt látom az arcokat, látom, hogy majd... Látod a csalódottságot. Itt tudod, mitől félsz, hogy itt lehet rendesen, hangosan így üvölteni, egy buuuu. Nem tudom megvédeni magam azzal, hogy kimegyek a szobából. De hogyha valaki unja, vagy ilyen nyugodtan álljon föl, ja, meg ilyenek, aztán menjünk. Csak egy borzalmas lelkitörést fog nekünk okozni. Teljes kivelőzés. Nem elvárható, hogy mindenki két órán keresztül itt végigülje. Lehet, hogy dolga van. Valami stand-up-os. Nincsen dolga, most is itt ülnek. Van egy stand-upos, valaki fellép most, ha jól tudom, délben, úgyhogy az lehet, hogy viccesebb egy stand-up. Na, de még ne küld el őket, még el se... Még... Csaba, mesél,
te, mint nagy bulizó, milyen volt eddig neked amúgy? Nekem, mint kívülállónak? Hát igen, elég jó. Hát kellett egy 3 nap az első feloldódásig. Nem voltam befeszülve szerencsére, egy kicsit sem. Úgyhogy, ja, de idővel belejöttünk, úgyhogy tegnap már szétvertük ott a, mi a túró volt, Tesco Disco? Vagy valamelyik. Netz Party, bocsánat, elnézést, nem akarom megsérteni azokat, akik csinálják, de tényleg nagyon jót bulisztunk, és hajnal 4-kor még itt lődörögtünk, úgyhogy most tegnap. Tegnap mondtam, hogy időben le kell feküdni, mert ma van ez a cucc. Mindegy. Jó. Akkor küld haza. Amúgy reggel azt hittem, hogy egyedül kell jönnöm majd, ahogy kinéztetek. De hiába próbáltad meg beparancsolni az ágyba a csavát, nem tudtad megakadályozni, hogy a Barátok közt főcímdalát énekelje hajnal 4-kor. De Orevoárra gyertek délután, nagyon nagy pörgés lesz, királyság. Napközben meg itt van mellettünk a játszóház, és ez tök jó program. Mindenkinek ajánlom. Csak már úgyis följött, nem? Ja, még egy darabig nem lesz zene. Amúgy forgattunk egész héten nagyjából, de meglátjuk, mi lesz. Ma még csodát kell tennünk, hogy ebből kijön mondjuk 2 videó. De egész jó témát vettünk el, ezt a face-upot. Ezt megkérdezgettük, hogy mi a véleményük, meg ma jó lenne egy kicsit, ha így Nicolas Victor szövegeket elő tudnánk venni. Tegnap a Nicolas Victoros dolgoknak nem álltunk neki végül, de valószínűleg azt kellett volna még így ráerőltetni az estére, és akkor nem tudom, ma már tényleg csak egy kést meg egy vödröt kértem volna reggel. Most kellett volna fölprögni, amikor itt hallgatnak az emberek. Szerintem ők pontosan tudják, hogy milyenek szoktak lenni ezek a... Láttak már fókuszcsoportot, ott azért nézel valami videót, ez nem tudom, mit kellett várni. Igen, de itt nem lehet, mi az kétszeres sebességen lejátszani minket, ami nagyon nagy hátránya az élőnek. Hoztam amúgy egy videót is, ami kicsit hosszú, úgyhogy előre megvágattam, hogy így kivágattam előre így 10-15 percet, de a Bencével, aki a vágó, úgyhogy én sem láttam előre, szellemlátó... Valami, nem, és amúgy kiderült, hogy az elány itt van a voltam, és remélem, hogy ide beül majd, és megmagyarázza a videót, és elbeszélgethetünk róla. Úgyhogy ez lesz a mai programpont. Arra gondoltam, hogy most mi kell? Az emberek fáradtak másnaposak, és nem hiszem, ilyen Jancsó filmet fogunk műelemezni. Videót, na, igen, nyomast a cringe-et, és akkor együtt kiborulunk itt. Lehet sikítozni, meg üvöltözni. De nagyon stresszel, hogy nézem az arcokat. Tényleg, ilyen, hogy élőben beszéltünk, ilyen sose volt még szerintem. De volt. Volt a közönség találkozón. Jó, de hát az olyan is volt. Szóval... Az összes többi is ugyanolyan. Mire? Itt egy színpadon vagyunk, és ez rohadtul stresszel. Figyelj, akkor nézzünk egy videót, megnézzük, hogy egyáltalán működik ez technikailag. Valami gerjed a mikrofonon, nem nagyon tudunk már mit csinálni. Elment technikai segítségünk, úgyhogy magunk maradtunk. Figyelj, megpróbáljuk berakni. Ti is halljátok, meg mi is halljuk. Amúgy szürreális, most már tudom képzelni, hogy valaki ott elsétál a háttérbe, itt látja, hogy itt beszélünk valamiről, és azt hiszi, hogy valami biztos, valami érdekes dolog történik. Ezek biztos valakik. Ott vannak a színpad, emberek nézik, ezek értenek valamihez. És ez tök jó. Kaptak mikrofon. Csak nehogy megálljanak meghallgatni, mit mondunk. Addig jó, amíg csak itt elsétálnak. Úgyhogy, ja. Menj tovább! Nyugodtan! De ide jött. Ez működik, Csoki. Mikrofonos nyitás. Ja. Jövőre már nagy színpad. Ja, azt hittem, hogy beindult a videó, vagy ott megy nem valami nem másik színpad. Nem tudom, hogy megy fel ez a káber rajta. Ja, jó. Léci. Ez itt van. Most csak beszélgetünk. Szóljatok már hát neki, hogy... Ne legyél már, most miért kell összeveszni? Itt beefelni kell a másik színpadon lévőkkel, az már tényleg ilyen next level. Örök nemezisünk ez a gyerek most már. Olyan mondom, amint egy kis hatalmat kaptok, kihasználjátok de... arra, hogy szítsátok itt a mérget. Lehet, hogy azt kell, hogy reagálunk így élőben az ére, hogy mi megy a másik színpadon. Nézzük meg az ő... Szia Balázs! Nem úgy tényleg... Egyszerűen csak hallgatom. Ezért jöttetek. Katasztrófa. Van, aki ezért vett egy napi jegyet, nem?
Aztán nem tudom, hogy ez működik egyáltalán, de hát biztos, hogy felvett témákat, amit meg lehet beszélni, nem? Hát a másnap akkor meghallgatjuk ott a srácot. Nézzük, hogy működik ez technikailag. Nézzünk belőle egy fél percet. Elméletileg benne van a lényeg, és nagyon érdekes dolgot állít ez a lány. És már 200 000 megnézték, és biztos vannak rajongó is, mint a kis katona. Nézzük, hogy ha már elindítom, akkor halljuk-e. Hát nem túl hangos, nem? Lili történetei és képességei sokaknak hihetetlennek tűnhetnek. Próbáljátok meg hozzá nyitottan állni. Nyugodtan mondjátok, hogy állítsam meg. Lili, hogy a szellemlátó lány. Uha. Nem tudom, hogy ez mennyire valósághű megfogalmazás, tehát hogy te látod a szellemeket, vagy érzéked a szellemeket? Ha azt nézzük, minden látás alapú. Így, a felütés alapján. Hogy, mit mondod, hogy minden látás alapú? Hát, hogy ő híres, és akkor most behívták, vagy csak egy haver, aki látja a szellemeket. De én előtte nem hallottam róla. De nekem ez egy új világ, most a kiskatóval is megnyílt, aki említek, most feljelentép a kommentelőket, amért van egy ilyen Facebook csoport, ahol kiskató hazugságait leplezik le, és elment a rendőrségre. És mint tudjuk, a rendőrség dolgozik vele, szóval ott már haver. Ez... Még akkor az is lehet, hogy valakit elviszik a kommentelőket, bazd meg otthonukból, mert kiskató felnyomta őket. Akkor mit csinál a rendőrség, hogy jön egy Facebook csoport, hogy én most ezt feljelenteném, hogy ezt komolyan lehet venni? Nem tudom, hát el lehet indítani egy eljárást esetleg ilyen, vagy hívják ezt, amikor sárba tolod valakinek a nevét. Sárba tolod. Becsületsértés, nem? Nem, az jó. A PTK-ban így van, de írva, sárba tolod. Sárba tolod. Név sárba tolás. Igen. De értettétek, hogy mit mondok, nem? Jó van akkor. Tökéletes. Azt kezdted elmondani, hogy nem tudod, hogy híres-e, és azért hívták meg, vagy haverja, de ez nem csak egy ilyen random podcast, amit általában megnéz 25 ember? Nem, ezt is megnéztem, hogy majdnem 200 000 ember. Lehet, hogy nagy szellemlátó mágus, tudom is én. Csak nem ismerem ezt a világot. Lehet, hogy valakit ismeri ezt a világot. Lehet, egy óriási szubkultúra. Kár, hogy nincs itt, hogy megmeséljük. Azt sem tudhatod, hogy nem ő a szellemlátók fókuszcsoportja. Lehet. És az most stressz, hogy végignéznek, hogy mennyi ember van, csak figyelem, hogy nincs se itt. Mert nekem a Bence, amikor átküldte a videót, mondta, hogy lecsekkolta, és itt van volt. És az lett volna az epik. Mindent erre alapozunk, hogy mit látunk. De érdemes néha elgondolkozni azon, hogy valójában a vizuális ingereink hány százaléka valóságos. Ugyanis, ha már csak egy színházi előadásba belegondolsz, valójában azok is egy eljátszott szerepek. Még hogyha egy valós történések alapján készült filmet nézünk, akkor is nem az eredeti történetet nézzük. De attól még valóságos, nem? A színház. Igen, Hirtelen megszűnt valóságnak lenni, mert színpadon van, mint mi. Tehát most ez... Milyen érvelés, hogy én látom a szellemeket, hát te is látod a színházat. De és én... pedig ez nem egy valóságos dolog. Itt nem érted. Én is, ez az, amit nem értek meg ebben, hogy mi a faszomról beszél, hogy mármint, hogyan ez a szellemekhez van valami, vagy egy másikat? Hát, hogy ez az, hogy nyilván nem lát nem valós dolgokat, te is látsz a színházba, az egy történet. Nem érted, hogy az már nem a valóság, hogyha elolvastál egy könyvet, vagy utána abból filmet csinálnak, az már nem a valóság. Érdekes érdekes. De közben rájöttem, hogy ti a legelső mondatotokkal is erről beszéltetek, én pedig még így gondolkoztam ezen, és akkor utána meg kijött belőlem, és akkor így végül is kétszer megbeszéltünk. Na, igen, hogyha van egy komódod, az egy komód, de onnantól kezdve, hogy egy színdarabot kerítesz köré, akkor ez megszűnik létezni. Jó. Figyelj. Amúgy ez tök jó lenne, azért majd az illegális hulladékot azt színházakba elviszem. Tehát annak ellenére, hogy mennyire föl van értékelve a látásunk, valójában a látott dolgok nagyon nagy százaléka nem is valós. Úgyhogy ezt nagyon szeretem elmondani így előre, ugyanis... Dorina, mesélje már arról, hogy mennyire az látásom, a napokban neked volt ezzel egy kalandod, nem? Volt. Most éppen elveszíted a látást. Napok óta veszítem el a látásomat, de szerintem meg fél szememre már vak vagyok, úgyhogy igazából. De én egész valóságosnak érzem ezt a látást. Igen? Aha, most úgy hiányzik. Most már értékeled. Nem látok, igen. Milyen jó volt, amikor még láttál. Nem. Szegény lány csak nem ért fizika órára, nem igazán tudja, hogy a fizikai dolgok azok
valóban valóságosan. Ja. Nézzük tovább. Csak egy kicsit talán így föllágyítja így a látás körüli nézőpontjainkat ez a téma. Én kiskoromban ugyanúgy láttam a szellemeket, ahogy én most téged látlak. Aztán jött az élet, jöttek a gyerekek, osztálytársak, sokat bántottak, és megpróbáltam elzárni a képességeimet. Most nem látom őket olyan tisztán, mint ahogy mondjuk téged látlak, viszont érzékelni nagyon tisztán érzékelem őket, hallani sokkal könnyebben hallom őket, mint amilyen élesen mondjuk látnám őket. Várjál. Na, ugye ezt így gyorsan belevágtunk amúgy a dolgokba. Igen, előbb még a komódokról beszéltünk. Azt te beszéltél, de ezt nem tudhatja. Valaki beszélt. Nem tudhatjuk ki. De meg azt mondta, hogy a látás alapú ugye minden, de akkor meg hogy lehet, hogy jobban hallja őket, mint ahogy vagy a... Nem tudom. Most azabban egy logikát keresel egy dologban, és amikor egy lány arról beszél, hogy látja a szellemeket. Igen, de azt gondolom, hogyha valaki erről már így... Jó, most nyilván magunkból kiindulunk, hogyha valaki egy podcastbe elmegy, vagy mondjuk egy színpadra fölül, és így figyelik emberek, hogy miket mond, akkor... feltételezhetjük, hogy átgondolta, hogy mit akar mondani. De az ő esetében talán tényleg így van, mert hát végül is meghívták egy témával, és azt abból így felkészült, és elmondott már néhány furcsaságot. De hogy abban ne legyen összefüggés, nekem ez egy kicsit kevés. De szerintem ő a hallást nem úgy érti, hogy így hallani hallja, mint ahogy most én szólok hozzád, hanem hogy így mentálisan szól, tehát mint ahogy nem vallási témákat nem akarok annyira ide beemelni, de hogy úgy beszél velük, hogy csak leül, és ő hallja, tehát, hogy megkapja az üzenetet, vagy így, nem? Tehát, hogy nem mint a képesség. És mi van, csak hogyha egyszerűen lefordítani. Csak zavarba van az interjú elején még. És azért hülyeségeket mond, szerintem egész végéről fog beszélni. Jó, de hát ez kiderül később, csak akarok. Hogy jó. Már keresitek a logikát, de még csak egy mondatot Én mindig próbálom pozitívan megfogni ezt a lányzót, meg egyébként is mindenkit, úgyhogy így próbálom keresni benne a meaninget. Igen. Amúgy lehet, hogy így nagyobb részletet is nézhetünk bele, mert most kicsit úgy érzem, hogy csak megállítgatjuk egyfolytában. Hát itt ez a sztály, Csoki. Itt ez a sztály. Vagy aztán már valaha. Azt szeretnéd, hogy Kuss Balázs, és végignézzük a fél órát csendben. Rang már be a Titanicot, hogy van. Na jó. Jézusom, bazzeg. Félsz? És amúgy ott többen vannak, Csoki? Dehogy vannak többen. Jó, vannak, Csoki. Azért próbált túlolni. Kerti székeket kapta. Azok addig nem voltak itt. Meg neki legalább a barátai eljötte. Szegények, mi embereink meg a földön ülnek. De ez a feeling. Méltatlan. Nagyon sokszor olyan, mintha csak körvonalakat látnék. Nagyon sokszor inkább csak fényeket látok. Rengetegszer mondjuk fényként jelennek meg. Ezt lehet kezelni. Olyan is van, hogy egyszerűen csak tudom, hogy ott van. Kicsit lassítsuk le a beszélgetésben. Nem akarok állást foglalni, de tételezzük fel, hogy elhiszem, amit mondasz, és magamivá tudom tenni a gondolatokat. Mindig ilyen kedvesek ezek a kiskatóval is milyen kedvesek. Tételezzük fel, hogy elhiszem. Tételezzük fel, hogy nem hiszem el. És de nem attól, hogy te bunkó vagy a többi embernek, nem kell annak lenni. De miért tételezzük fel, hogy de tételezzük fel, hogy ez egy hülyeség, és akkor most bizonyítsd, hogy Ádám, nem az. Ádám, de bazdnak, hogyha azt akarod, hogy tényleg egy ilyen vonat szerencsétlenséget összehozzon magának, akkor nem beszéltetni. De most az, hogy ide jön, én látom a szemeket, kussolj, takarodj haza. Ez a remek műsor, köszönjük. Lehet úgy is beszéltetni, hogy nem hiszel neki, de figyelj. De akkor csak felbaszod, ő meg próbál így belemenni. Jó, hát ő, jó, jogos, ő a podcastes, úgyhogy jobban tudja. A szellem milyen fázisában jelentkezik meg az ember élet? Tehát egy szellem, mondjuk egy idős ember meghal, te az idős embert látod-e, vagy pedig egy korábbi életkorban ragadt mását látod? Ez nagyon jó kérdés egyébként. Köszönöm szépen. Ismét. Tele vagy jó kérdésekkel, nem is értem. ez egy szép space. Sokféle válaszom van erre, és ez is egy kicsit hosszabb téma lesz. A szellem fázisától is függ, hogy hogyan jelenik meg. Hogyha... De várj, tehát hogy a fázis, azt maga az entitás dönti el, hogy ő... De ez hogy van, hogy ezeket az embereket így csak így elfogadják, és elhívják podcastbe? Hogyha... elkezd valaki hülyeségeket beszélni, akkor az érdekes, akkor ezt futtassuk meg itt meg ott. Ádám, pontosan ezt csinálod.
nem akarlak. De én nem izé oda megyek, hogy én akkor most kérdezgetlek, hogy ez, hú, ez akkor ez hogy is van, hogy az öreg asszony, vagy fiatal, vagy... Hát azért, mert ezzel a keresztkérdésekkel lehet kideríteni, hogy most akkor mi történik. Ő állíthatja. Nem keresztkérdés. Erre bármilyen bullshitet rá lehet húzni. Igen, és utána legközelebb, már a következő kérdésnél te is tudod, hogy ő mit válaszolt, és utána meg lehet kérdezni. Ezt csinálja egy jó riporter, hogy az eddig elmondottakról is tud, nem azonnal így kimegy a fejéből, hanem utána összerakja, hogy jó, oké, ez öreg embereket lát, akkor fölteszek egy olyan kérdést, amivel kiderül, hogy akkor most hány évesen látta a Petőfi Sándort, vagy mi a túró, és akkor, érted, összerakta az adatot, és hülyének lehet nézni nyugodtan, aki... Dehogy is. De ez amúgy alapvetően egy akkora kibaszott hülyeség, hogy a mármint az, hogy meghal valaki, és akkor nem tudom, akkor ilyen viktoriánus ruhában fog itt szét lebegni. Miért? Lehet, hogy mesztelen. Hát de szóval igen, nekem az... is ez jutott eszem, hogy az öreg ember ott izét, jó, meghal, de a ruhája nem hal meg vele. Sose élt. És akkor, de miért nem, ahogy csak valamennyire belegondolok, nekem sokkal inkább az jutna eszembe, hogyha valami ugye így tovább él utánunk, mármint egy ilyen másik formában. Ugye, akkor az ilyen világító gömb. Nem azt mondom, de hogy ez miért lehetne... Hoppá, bocs. Tételezzük fel akkor, Ádám, hogy van ez a szellemiség, léteznek a szellemek. Igen, tételezzük fel, de akkor nem biztos, hogy úgy néznek ki, mint a tested. De hogy akkor valószínűleg nem véletlenül nem látjuk, és hogy tényleg valószínűleg egy teljesen másik... azért nem akarom ezt a szót használni, hogy fázis, amit ők mondtak. És fázis ceruzával leméri a izét? Hát lehet, hogy akkor ilyen amőbaszerű masszák, nem? Az hamarabb elhinni. Sokkal értelmesebb lenne, mint az, hogy hát attól függ, hogy öregnek akarod átszani a szellem, hogy igazából csak áll és így maga köré képzel embereket. És... De amúgy... Őszinte leszek, ennél bármikor tudnék izgalmasabb szellemképeket kitalálni. Most legyen az, hogy kipurcantál, és utána nem marad itt semmilyen formában ez, csak mondjuk az akaratod, és akkor így tudod befolyásolni a levélhullást. Azért, mert tehát nagyon sok Marvelt nézel. Spirituális lófasz, de... Nem? Ez a sok képregény miatt. Ez a Marvel miatt? Lehet. Kicsit több a fantáziám. Ajánlom a lánynak is. Nem akarsz ilyen elkezdeni ilyen hülyeségeket beszélni, azt ebből megélni? Te! Ez egész jó dolog. Jó, oké. Szóval akkor majd összehozzuk a komplex szellemképet, hogy lehet kisugározni a világba a saját tudatodat. Például úgy lehet ebből megélni, hogy regényeket írsz. Nem feltétlen. Szóval ezeket amiket itt kitalálasz, ír belőlük egy regényt, aztán lehet, hogy jó lesz. És akkor sztorit is kéne köré keveríteni. Mint a Titok című. Nem, az pont nem olyan. Nem, az működik. Mint a Twilight, nem tudom. Yeah. Tehát, hogyha ő még azzal sincs tisztában, hogy ő meghalt és nincsen teste, akkor nagyon-nagyon nagy valószínűséggel, mondjuk 99%-ban úgy fog megjelenni, ahogy éppen meghalt. Tehát akár úgy, hogy mint aki fel van kötve, mint aki kétrét van görnyedve, mint aki éppen túl van adagolva. Tehát, hogy akik nincsenek tisztában azzal, hogy ők halottak. Egy romos kórházban fekszik. Olyan nincs. De annyira... Mi? Nem veszi észre, hogy meghalt, és így lóg. Az milyen, tényleg milyen szar lehet, hogy akkor gyakorlatilag neki már innentől kezdve az a szellemi élete. De akkor hogy jelenik meg? Akkor miért nem ott van, ahol felkötöttem el? Oda megy egy logó izé elé? Vagy mi? Ezt hol látja? Én tudom, hogy én hogy fogok meghalni, hogy így viszem a tubikat a nagy színpad felé, egyszer csak meghalok, és örökre megyek a nagy színpad felé, az meg nem érek oda. Ez lesz szerintem. Tegnap ezt éreztem? Ezt éreztem, úgyhogy inkább lefeküdtem aludni egy padra. Szomorú, de biztos jó volt a Sum 41-ban. És mikor ébredtél? Nem tudom, a Sum 41 után rögtön. És mentél tovább bulizni? Igen, hajnal 4-ig, persze. Ez így szerintem tök jó, a kis ilyen power nap volt. Akik, ugye így nevezi ez a világ, hogy átkeltek, ők nagyon sokszor egy fiatalabb énjüket veszik föl, mint arcuk, amikor visszajönnek, vagy úgymond kommunikálnak velünk. Akkor te gyerekkorodban egy horrorfilmben éltél? Ne haragudj, tehát hogy a halottakat úgy látod, hogy meghalt, akkor az nem lehetett egy túlságosan kellemes pillanat. Is, tényleg. Tehát, hogy sokfélét láttam, elég sok ijesztő dolgot is láttam, ami miatt úgymond elkezdtem félni, hiszen senki nem... Azon gondolkozom, ilyenkor mindig ez a fő kérdésem, hogy ők
tényleg elhiszik ezt, vagy tényleg bolond, vagy csak valami feltűnési viszketegségük van. Ezzel kapcsolatban akartam, hogy milyen érdekes, hogy nem olyan szellemeket lát, akik békések, hanem ez sokkal izgalmasabb meg ilyen headline-ra valóbb, hogy milyen kicsavart autóbalesetes halottat láttam, vagy mit tudom én, mert ezt megveszi az újság. Tehát ha normálisan tényleg embereket akarna segíteni ezzel, akkor nem ez lenne, hogy ó, hát én olyan halottakat látok, aki föl van akasztva, meg mit tudom én. Ez a hetedik érzék című film, és... A hatodik, a hetedik, az valami Asylum film lehet. Ja, jó, az már lehet. Jó, nyilván ez az, ami szenzációsabb hír, vagy egy olyan világ, amire az emberek rákattintanak. Nem az, Csaba, te értesz, ez vannak ezek a ilyen nagyon narcisztikus emberek, akik be tudnak kamuzni az embernek dolgokat, ez köze van ahhoz, hogy akkor ő ezt így szemrebben és nélkül egy műsorban nyomja? Vagy ez másik? Szerintem simán egyébként, mert létezik ez a kondíció, hogy ilyen kompulzív hazudozó. Tehát akkor is, hogyha a szemébe mondod a valóságot, soha nem fogja neked elhinni a te valóságodat, mert ő már magának így megcsinálta, kész beleépült, és onnantól ő el is hiszi ezt. Tehát nem arról van szó, hogy tényleg ő feltétlenül tudatában van annak, hogy ő itt most bullshit el, hanem már az évek során valami trauma, vagy itt meggyőzte magát, hogy ez a valóság. Szóval. Ez érdekesebb lenne szerintem egy pszichológus elemezni ezt a csajt, mint amiket ő mond. Hogy lehet, hogy ennyire ilyen kognitív diszonanciába tudsz lenni. Igen, mondom. Hát majd azt mondtad neki, hisz majd valami pszichológust, hogy egy föl lehet hozni. Érdekesebb lett volna, hogy egy pszichológus ül ide és elemzi, mint hogyha... Mint hogyha egy erdész, meg egy közgazdász, meg egy angol tanár. Én meg tudom mondani róla, hogy nincs motorfűrészkezelési jogosítvány, ezt ide látom. Ezt tudtad hozzáadni az elemzésen? Igen, meg akartam állítani már ezt a beszélgetést egy pillanatra, hogy nem tudom, engem már ráz a hideget, úgyhogy Dorin, mondj már valami teljesen függetlent és üdítőt. Te elhiszed ezeket, az a baj, Csokker. Én nem elhiszem ezeket, hanem, de nem tudom, ez szerintem egy marha érdekes dolog, nem? Hogy mi van az élet után, meg hogy van-e valami más ízét. De ennek semmi köze, ez csak valaki kamuzik. Persze, én csak azt mondom, hogy ez nagyon sok embert érdekel, és csak már közben ti is elmondtátok, hogy igen, ugyanúgy, hogy azért beszél erről, mert sok embert érdekel, és azért beszél azért a roadkill-ekről, mert az sok embert érdekel. Nem csak érdekel, hanem tök sok ember ebbe tud kapaszkodni a nagy trauma után, hogy valakit elveszített, és akkor ezért így szeretnél is hinni benne, szerintem, és amikor egy ember azt mondja, hogy a gyerekkora óta ő ebben él, és mindent lát, és el tudja mondani az egész históriáját, amit már ő is elhitt, és azt teljes meggyőződéssel mondja, hiszel is neki, meg szeretnél is neki hinni, és így vágysz arra, hogy még egy utolsó, nem tudom, üzenetet kapja a halott apától, meg ilyenek. Nem véletlen az, hogy a kiskató van a címlapon, igen, mert Berki Mazsi elveszítette drogtulajdonosban a férjét, és nem tudott tőle elbúcsúzni sem, és ez mindenkit érdekel, hogy... Ja, csak az furcsa, hogy a kiskatót a tévében futtatják, és gyakorlatilag reklámozzák, és neki ez biznisz. Nem tudom, hogy ennek a csajnak mi, mert a kiskatónál komoly pénzeket kell fizetni azért. Hát épp ez az van, egy piaci rés. Mert kiskató az egyetlen, de nem monopólium. De most ez szerintem az egy teljesen másik dolog, hogy valaki kihasználja az embereknek a fájdalmát, még nem tudom, de itt most nem ez történik, itt most még csak de arról beszélünk. De hát, hogy ő is biznisz épít, ki tudja. Csak először... De egyelőre még csak agyhalódkodik. Ja. Ingyen. De biztos, hogy kihasználja? Ő elhiszi, hogy ő tényleg tud segíteni másoknak. Ő elhiszi ezt az egész világot, hogy ő maga elé halúzza azt az embert. Nem? De amúgy Dorina, hogyha te nagyon szeretnél embereken segíteni, mondjuk azzal, hogy házat építesz nekik, és így elkezded a téglákat egymásra rakni, és a végén egy ilyen büdös nagy rakásszar lenne, és minden egyes alkalommal egy büdös nagy rakásszar lenne, és így boldogan belemenne valaki, és ráomlana. Akkor, és te ezt így látnád, mert te vagy az egyetlen, aki ezt igazán látni tudja, akkor utána így nem gondolkoznál, jó, lehet, bazdmeg, akkor inkább nem tudom, elmegyek az alatt. Hiába hinnéd el, hogy az a ház jó, nem? Jó, ez igaz. Jó, de most már egy színdarabban vagyunk, úgyhogy már nem, ez már nem a valóság. Már csak az a nő lát minket.
találkoztam olyannal, aki azt mondta, hogy figyelj, ez tök normális, és azóta sokkal-sokkal kevésbé félek, és sokkal biztosabb vagyok abban is, amit csinálok. Nem tök normális. Megerősítették róla, hogy nem. Voltak olyanok, hogy felkeltem éjszaka közepén, és fej nélküli emberek sétáltak be az ajtómon. Ez volt a gyerekkorom. De hát hagyjál már hülyeséget, de hogy sétálnak be fej nélkül? Nem is látnak. De érted, ez teljesen... De vedd attól sétálni tud. Hogy találta meg a kilincset? Jó, mondjuk igaz, hogy neki nem... emberek. Nem... De amúgy az meg... De amúgy ez a szellem is... Mi ezt még kell besétálnia, bazd meg? Nem annak az a lényeg, hogy bárhol megjelenhet? Akkor még kell sétálnia? Mi? Hozzáér a talpa izéhez? Nyitja a földhöz? Még kell sétálnia? Tudna lebegni is. De nem tudja, hogy halott. De hát nincs feje, bazd meg. Nem, érted? Nem tudja. Ez már, ez tényleg bazd meg, ez teljesen össze-vissza van, neki minden megjön, csak így besétálnak fej nélkül. Miért megy be más házába? Miért pont oda? Valaki tiltsa ki a szállat. Szóval, amúgy profi ez a podcastes, mert biztos a képébe rögnék, amikor ilyen hülyeségeket beszél, hogy fej nélkül emberek szaladgálnak körül. Amikor ez tényleg rémisztő lehet, bazd meg. De azt még nem tudjuk, hogy ő most ezt fényes nappal látja az összeset, vagy pedig nem mondta el még, ugye? De azt mondta, hogy ez hogy arra kelt, hogy nem. Na ez az, hogy arra kelt. Miért kelsz? Annak hangja is van? Nem. Világít? Nem, de mindig, amikor fölkel, kinyitja a szemét, ott van. Fejnek milyen merek. De lehet, hogy ott volt a klubjuk, vagy valami. De hogyha még ilyet is látnék, akkor nem az első feltételezésem, hogy látsz szellemeket látok, hanem az, hogy megőrültem. És elmegyek egy orvoshoz vele. Amúgy... hogy hívják, ez az alvás paralízis, ez megvan? Akkor is ilyen démonokat, meg ilyen szarokat. Azt hittem, akkor csak nem tudsz mozogni. Hát nem elég. Többféle van. Démonokat nem, Csaba, az nem normális olyanokat látsz. Akkor neked is van valami képességed. Igen, ideje eladnom. A kedves paralízis démonomat valakinek. És neked kölcsönadom. Neked mi a paralízis démonod, Csaba? Curtis, ahogy így szelfizik veled? Volt tapintása a szellemnek? Vagy igen, hát őt nagyon-nagyon lehetett érzékelni. Tehát ahogy feküdtem az ágyon a matracra, és amikor ráült, éreztem, ahogy besüpped. Csak érezted, vagy láttad is, hogy besüpped a matrac? Én aludtam, szóval nem nyitottam ki a szememet, tehát nekem ez ő nem tudja, hogy aludt. Vagy valaki más kérdezzenek meg, aki akkor pont évre vált, azt tudja, hogy most benyomódott, vagy nem. Hülye vagy, aludtam? Miért engem kérdezel? Elmondta neki valaki, hogy van ilyen, hogy álom. Hogy tud róla? Ezt már megbeszélte anyukájával. Most tényleg miről beszél, hogy aludt? Vagy ő alvás közben is látja? De nem, elkezdtem mondani. Éreztem, hogy ott van, és besüppett, és nem csak éreztem, ez így látszott, és tényleg látszott, ja, és akkor már rájött, hogy milyen, bazdok, miről beszélek? Jó, mindegy, akkor aludtam. De a fej nélküli csávó bejött, akkor pont fölébredtem. Azt el tudom mondani, hogy nézett ki, mert így nem volt feje. Én nem volt szükségem arra, hogy kinyissam a szememet, és most megnézem, hogy most a matracra... De egyszer, mert akkor mondhattál volna most valami. És akkor mondtad az anyukádnak, hogy fej nélkül emberek sétálnak be az ajtón, akkor erre hogy reagált? Hát ilyenkor általában sikítoztam éjszaka. Tényleg? És akkor jött anyu, hogy akkor nem mi történt megint. Tudod, hogy azt mondta, hogy rosszat álmodtál. Az volt a szerencsém, képzeld el, hogy addigra már annyi mindent hallott tőlem, hogy már azt kell, hogy mondanom, hogy nagyon jól kezelte ahhoz képest, amiket egyébként szülők néha mondanak gyerekeknek. És csak föltettem. Amúgy én nem tudom, hogy kezelném ezt szülőként. Hát jól elvered. Addig ütöd, amíg normális nem lehet. Igen, ez a baj a mai világa. Régen még az ilyeneket megnevelték. Igen, most meg támogatják. Nem volt gond, basszus. Én mezitláb bementünk 40 kilométert hóban, esőben, az iskolában. Agyonvertek minket. Logarlécekkel addig ütöttek, amíg nem tudtunk fejbe számolni. Még se lett semmi bajunk. Igen. Nem is látunk szellemeket, milyen hülyeségek. Én biztos, hogy elvinném valami kezelésre, de... Hogy most a történetből egyébként kiderül, hogy őneki támogatták ezeket a téveszméit, tehát nem az volt, hogy jó, akkor menjünk el, nézzük meg, hanem azt mondta, hogy már hallott tőlem ilyet anyám, úgyhogy azt mondta, hogy oké. Ha százszor elmondja, akkor
egy idő után akkor elhitszik. Vagy elvitte anyu pszichiátriára, és utána... Vagy ez az egész kamu. Vagy ez az egész kamu. Ja. Én nem tudom, mert nekem is a unokabátyám, amikor kicsi voltam, akkor mesélt a cibuláról, ami a hold másik oldaláról eljön, és elviszi zsákban a gyerekeket. És igen, én tudtam, hogy létezik a cibuda, meg... De valahogy, én nem tudom, lehet, hogy utána kezdtek el ütni a logarnéccel, de valahogy, tehát az, hogy mondjuk... Ez ilyen, ott a vidéketem, ez egy cibula, én életemben nem... Cibula. Cibula? B-vel. B, mint cibuda. De a... Most ezt nyilván, ez egy hülyeség, de... A mindig mondtál, vagy mondást ezt a dalobisi. Ja. Igen, és rákerestem egyszer, és sehol nem volt a Google-ben. Ja, és de az osztrák szőlőben, amikor itt Sopronban az egyetemről jártunk át feketén, ilyen zöld munkára, meg nem tudom, akkor ott az egyik egyik öreg asszony ott mindig, vagy nem is tudom, egyik figura mindig énekelt, hogy jöjjön a dalobisi, mert hogy az az esőisten, és az elveri a szőlőt, akkor mehetünk haza. Akkor nem kell aznap dolgozni. Hát az eső nap, a paraszt ünnep. Akkor nem kell dolgozni, mert esik az eső, nem fogsz kimenni a szőlőbe, ott is szép balfaszkodni. Na, és akkor ezt mindig a dalob is itt hívogatta, hogy jöjjön, aztán mehessünk. Te meg mindig mondogattad, és egyszer rákerestem. És igen, nem... én is rágugliszom, és nincs ilyen. De... Kihalnak a mítoszak. Pedig akkora hiteles forrásból jöttem úgy. Na mindegy. Ott jön amúgy a dalóbisi. De szóval, na, csak hogy visszatérve erre, hogy valami értelmeset is akartam mondani, hogyha mondjuk egy olyan családban nősz föl, ahol ezt ilyen alapvetésnek tartják, hogy ja, igen, mi is láttuk a nagymamának a részét, szellemét, meg hogy mondtam majd, hogyha majd meghal, akkor majd kopogjon hármat, és akkor hallottam három kopogást, mit tudom én. Ez szerintem nem... alapoz meg egy ilyen szintű téveszmének feltétlenül. Tehát ehhez hozzá kell tenni magának nagyon-nagyon sokat. Én ezért, én értem, hogy nem verték eleget, de azért ennyire nem lennék ilyen kemény a szüleivel. A kérdés, hogy oké, de mit szeretne? Hát mondom, de hát nincs fejed. Jó, de mit szeretne? Jó, megkérdezem. És akkor csak kiderült, hogy hát kereste a fejét. Ó. És mi nem tetszik rajta? Hát, amúgy valamennyire logikus szerintem. Ja, de ő beszél itt a fejnél. Neked nem lenne... Hogy mondta el? Mivel? Bazd meg, melyik szájára? Ne ordi be itt a mikrofon. De például, te is a fejedet keresnél, nem lenne fejed. Ez igaz. Ez nehéz volt kitalálni. Ez tényleg... Most ez, igen, ez egy kicsit fura, hogy lehet, hogy a fej mondta el. De amúgy az az érdekes, hogy... A lánynál ott volt a feje? Hát valahol megtalálták az egyik szekrényben. És amúgy tényleg volt egy levágott feje szekrényünkben, akkor sok nem megmagyarázni. De amúgy nekem azt tetszett, hogy felháborodott azon, hogy mondta neki az anyja, vagy ki csoda, hogy izért, hogy kérdezze meg, hogy mit akar. És hogy... De nem... Milyen hülyeséget próbálsz fel megcsináltatni, hogy kérdezzem meg a fej nélküli szellemet? Hogy mit akar, hogy hát hogyha ez lenne a legszürreálisabb dolog benne, hogy mondjuk a fej nélkül nem tud beszélni, amikor alapból arról beszélünk, hogy ott egy szellem, ami ja, hát úgy jelenik meg, ahogy akar, vagy ahogy meghalt, vagy nem tudom. És semmit, tehát hogy semmit nem akart minket bántani, nem történt semmi, tényleg csak állt az ajtóban és kereste a fejét. Fú, most fölbasztam magam. Tehát nem mondtam, hogy nem sokkal ez a sztori. Ugye a filmekben az van, hogy az átkelést segíti az, aki látja a szellemeket. Ez is csak egy funkció. Egyébként nem mindenki akar átkelni. A filmekben úgy van. Nincs, hogyha a David Attenborough-t idézném azok, hogy én láttam, hogy azok a mókusok hogy kurnak. Engem nem mersz át. Láttam a hatodik érzéket. Az a baj tényleg, hogy én nagyon ilyen film alapú ez a sztori. De az egész, hogy mint hogyha izét, tényleg a Jancsi és Judiskából idézni, de abban nem így volt. Tényleg? Akkor bocs. Csoki, azt mondtad, legyünk nyitottabbak erre. Fölrobban a fejem. Felidegesítetted magad ezen, nem már? Nagyon sokszor családtagok azok, akik visszajönnek így. Egyébként ez nem csak családtagok, csak őket sokkal könnyebben érzékeli, úgymond az átlagember is. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ez egy ijesztő dolog, hogy ettől rettegni kell, hogy ez egy rossz dolog, de valójában csak amióta ismét foglalkozom velük, most három nem éve, ijesztő. Hogy ismét nyitottam a szellemvilág felé, sokkal könnyebb az életem, elmúltak betegségeim, tehát, hogy egyszerűen... Jézusom, ne!
Most elkezd majd ezen gyógyítani is? Szellemgyógyító. Én nekem végig úgy hangzott ez, hogy így visszajönnek besegíteni, nem tudom, így végül is adómentes jövedelem ők, és így nem tudom, lapátolnak egy kicsit, de már a NAV nem találja meg őket. Most ez megint egy, hogy most elmúltak a betegségnek, meg megint mi köze bármihez? Ez most csak úgy, sok szellem van körülötted, akkor elmúlnak a betegségek, de ő csak látja, mindenki körülött ott van, akkor mindenkinek el kell múlni. Biztos volt valami halott orvos, vagy nem tudom. Igen. Nem, szerintem egyébként ezt nem mondja el rendesen, de arra próbál utalni, hogy nyilván ő megnyitotta az elméjét, és attól gyógyult, és attól a teste is gyógyult, mert az elméje meg a lelke felszabadult, nyilván ilyen pszichoszomatikus jelleggel, de... Hát, az elején elfojtotta a képességeit. Tehát, így van, és ezért lett beteg. Akkor ő már nem befenyítette a saját testét, hiszen már így akkor van, megélhette. Hát felszabadult. Igen. Most már belebonyolottam amúgy. Mert az a baj, hogy próbál az ember logikát keresni benne, és nem szabad. De igen, ez... De minden szemben. Nem tudtam, hogy ki beszél. Nem feltétlenül ugyanazok, amiket te látsz. Lehet átfedés. Hát az biztos. Lehet olyan is, hogy valaki csak nekem jelenik meg, valaki csak neked jelenik meg, és olyan is lehet, hogy igazából meg tudom nézni nagyjából azt, hogy te mit látsz, kisebb-nagyobb sikerrel. Hol? Van ilyen is, hogy nem tudom, nem mondta el Mariska nénnek, hogy ő szereti, vagy hogy nem szereti, vagy hogy ott maradt a pénz elásva, vagy elásva a kertben, vagy berakva. Takarodj már! Hát de tényleg most ne haragudj már, amúgy meghalok, ott egy izé, én már látom ezt a szellemi síkot, és az lesz, hogy izé, ó, bazd meg, hova ástam el az izé. Még az oké, de az, hogy izé, hogy ja, amúgy az izé, Lacikának nem mondtam el. Faszom. Nem túl fantáziadús, mert ugyanezzel házalnak egy csomóan. Ugyanez van a filmekben is, tehát ez teljesen filmes, megfilmesíthető. Most hogy jött ez a Mariska néni, tehát tényleg nem tudott egy konkrét példát mondani, vagy ilyesmit, hogy akit mondjuk nem zavart volna már a beszél. Nem, ő is ugyanúgy légből így eszébe jut. Mariska néni, ezt fogom felhozni példának. Szóval... Meg kicsit úgy tűnik, hogy ez az egész valójában csak varázslat. Mármint, hogy minden. Nem, hanem, hogy minden. Hát nem is tudománynak tűnik, hogy, nekem sem. Csak, hogy, és olyat lehet, hogy izét, hogy én megnézem, hogy te mit látsz. Jó, persze, lehet. Mindent lehet. Mindent. Hát ez ilyen, igen. Nagyon jó kérdés, lehet. De gyakorlatilag szuper képessége van. És olyan fura, hogyha tényleg ezeknek az embereknek valójában ilyen szuper képessége lenne, akkor már az meg a NASA kísérlethez nevelők egész nap. Meg nem is a NASA, de, hát biztos, nem a NASA, de valami... biztos vagyok benne, hogy lenne egy ilyen Unilever fiókvállalat, aki ilyen szellemekből darálna a kalmopirint, vagy nem tudom. Hát vagy legalábbis lehetne így bemenni, és akkor szellemekkel beszélgetni. Az a baj, hogyha bármi valós alapja lenne, akkor ebből már valaki egy ilyen multinacionális bizniszt felépített volna. Ez mégis csak ilyen magányos bolondok csinálnak ebből a bizniszt. Szóval... És utána pedig ékesen felsülnek, amikor egyszer egy keresztkérdés úgy jön, akkor most légy szíves, írd le, és majd utána mutasd meg. Mondj, tényleg? No? Erre hát gondoltam. Vannak ilyenek. De nem mutatta meg magát a szellem, értsd már meg. Te például ilyet csináltál? Tehát, hogy volt ilyen, hogy a szellem azt mondta, hogy ott a pénz, és akkor te... Tehát, hogy nem kellett volna tudnod, hogy ott van a pénz, de hogy meg nagyon jó a pénz, kérdés. Szerintem jó, ez a sztori velem éppen nem történt meg. Csak olyan ez a kiskató haverom. De ilyenről rengeteget mesélnek. De kik? Hányan vannak ezek, bazdmeg? Ami úgymond ilyen érték kategória, hogy volt egy gyűrűm, ami egy nagyon értékes gyűrű volt, de azt hittem, hogy elveszítettem, és nem találtam hónapok óta, és kértem tőlük egy ajándékot, hogy csak lepjetek meg, mert amúgy lehet ilyet csinálni. Tehát, hogy ha valakit ez egy... Csak nézem a csokit, hogy mi van vele? Mi az, hogy... Ki a faszomnak? Ilyen jóba vannak. Jönnek a szellemek, ellopják bazdmeg a gyűrűjét, de aztán visszaadják. Nem, tényleg meglepődnék. Is lehetnek jó fejek. De nem, ellopta a gyűrűt, vagy nem tudom. Nem, elvesztette, és megkeresték a szellemet. Hátra ment egy szellem, és kiszedi a zsebedből azt a gyűrűt, és visszavette. És hogy hozták oda? De az lehet, hogy az még előttünk van, de... Valószínűleg az volt, hogy elveszett a gyűrűje, aztán egyszer hihetetlen megtalálta valahol egy fiókba, és akkor az már... Tessék! Na! Igen. Na! Persze! Hol hátul? Magadtunk. Legjobb.
Akarsz jönni beszélgetni? Nem? De elindult, elindult. Na. Oda, csak évenni. Igen. Sziasztok! A hangomat már ismeritek szerintem. Végre. Hogy vagytok? Végre. Jó. Épp téged nézünk amúgy. Igen. De és most? Igen, és akkor most mesélj már előre egyszer, mit, nem tudom, mi történik még a podcastben utána. Hát erre az egészről, hogy próbáljuk megérteni a logikát, de nem érezem, hogy túlságosan konzisztens a dolog. Vannak dolgok az életben, aminek nincsen logikája, sajnálom. Ez bármire rá lehet mondani, nem? És akkor igazából hogy lehet ezt akkor bebizonyítani? Az én furcsa nézőpontom szerint a nézőpontunk teremti a valóságunkat, és amíg azt gondoljuk, hogy valamit be kell bizonyítani, akkor eleve egy olyan nézőpontból megyünk neki, hogy ezt nem lehet bebizonyítani. De akkor most bárki állíthat bármit, nem? Szerintem a szólás szabadság erről szól. És akkor minden valóságos lesz, akármit állítok? Mit gondolsz erről? Hát az, hogy sokan állítanak sok mindent, és sok ember elhiszi, akkor abból egy idő után nem valóság lesz, de mondjuk vallások meg ilyenek, de az, hogy bárki bármit mondhat, akkor azt miért kéne elhinni mindenkinek? És én azt mondom, hogy nekem van otthon egy hétfejű sárkányom, azt el kell hinned? Ez a te valóságod. De nem, ez nem valóság, hanem csak kitaláltam, és elmondom. Élvezd. Most nézd, vannak dolgok, amikről alig pár száz éve beszélünk, legyenek azok akár a vírusok, amiket azt gondoltuk, hogy nem léteznek, és most érdekes módon látjuk őket. A szellemvilág, az idők kezdete óta beszélünk róluk. Rengeteg tradíció maradt fönt, rengeteg ember beszél erről. De régen egy csomó dolog történt, ami mint kiderült, azóta meg lehet magyarázni a dolgokat. A vírusokat is régen azt hitték, hogy ez átok, ja. Elégették a boszorkányokat. Aztán annak van egy tudományos magyarázata. De itt meg úgy érzem, hogy kicsit ilyen improvizáció volt ez. Neked lehet, hogy improvizáció, nekem az egész életem. És itt a Volton voltak hasonló? Hogyha már itt ennyi ember van meg minden. Pontosan mire gondolsz? Hát, hogy láttál dolgokat. Mármint nagyjából minden nap látok dolgokat. Ja, csak gondoltam, hogy érdekes, hogy a Volton itt rengeteg ember van, és akkor, hogy ez befolyásolna valamit. Egyáltalán nem befolyásol semmit. És na, azt akartam kérdezni, hogyha már itt vagy, hogy te ebből valami, ez csak így, ez a munkád, hogy segítesz embereknek ezzel? Napi szinten igen, reggeltől estig jönnek hozzám kliensek, kezelek, fizikai problémákkal jönnek, lelki problémákkal, entitás problémákkal, tényleg minden van. És például a fizikai problémát kezelni, az nem necces? Az nem kell orvosi engedély például? 6,5 éve foglalkozom ezzel, úgyhogy őszintén szóval rengeteg manuális terápiát, energetikai terápiát tanultam, folyamatosan járok továbbképzésre pont azért, hogy legyen mihez nyúlnom, amikor valaki egyfajta bizonyos tünettel jön, vagy problémával, elakadással. De ez egy elismert orvostudomány? Most arra gondolsz-e, hogy Magyarországon van az, amikor ugye medikális engedélyed van, nem olyanokat csinálok, nem azt használom, hanem más manuális terápiákat, amik ugye nincsenek akkreditálva, mert Amerikából származnak, ami ugye akár az osztópaták által kifejlesztett kranioszakrális terápia és társaik. De akkor ez nem hivatalos orvosi segítség, nem? Pontosan, tehát nagyon sokszor jönnek hozzám akkor, amikor az orvosok mondjuk elakadnak, nem tudnak változtatni dolgokon, vagy amikor azt érzik, hogy szeretnének egy kis plusz segítséget ahhoz, hogy mondjuk akár egy kemoterápia mellett enyhüljenek a mellékhatások, könnyebben tudják feldolgozni azt a problémát, amin éppen keresztül mennek. És ez nem problémás, hogy oké, hogy mondjuk lelkileg tök jó megnyugtatást lehet az embereknek, de amikor már így a betegségeket kezelsz, az nem... És én problémásnak érezném. Igazából ez csak egy választás.
mind annak, aki eljön hozzám, mind pedig nekem, hogy mivel foglalkozom, meddig mondom azt, hogy tud hozzám járni, mikor van az, amikor azt mondom, hogy ideje orvoshoz menni, vagy szerintem konzultáljon mással is. Van, amikor elég akár egy kezelés nálam, és megváltozik az egész betegsége, de ez teljesen változó. Van, amikor nem, és ez teljesen oké. És csak inkább hozzád fordul, mint egy normál orvoshoz. Van olyan vagy is, csak egy döntést tudjunk. Ja, hát... Nem, bocsánat, nem szoktad alapból javasolni, hogy inkább menjenek először, és hogyha ott nem működik, akkor jöjjenek hozzád. Az a furcsa, hogy mire eljutnak hozzám, általában már nem tudom hány orvos megjártak. És nagyon sokszor tényleg olyankor jönnek, amikor már az orvosok nem tudnak mit csinálni. Bocsánat, egy kérdés, olyan előfordult, hogy elutasítottál valakit, vagy akinek tényleg nem tudtál már segíteni, és azért küldted tovább, vagy tehát vannak ilyenek, hogy egyszerűen azt látod, hogy ez esélytelen, vagy ez nem a... Van. Van abszolút. Általában szerencsére nagyon kevés olyan ember van, akit vissza kell utasítanom, de van olyan, aki nem arra kíváncsi, hogy önmagában mit tud kihozni, hanem azt szeretni, hogy én mondjam meg a tutit. Ez az egyik, amit vissza szoktam utasítani. A másik pedig, amikor úgymond tényleg azt a szakmai hátteret utasítják vissza, amit mondjuk én mondom, hogy akár anatómiailag itt van egy elakadás, de ő azt mondja, hogy őt az nem érdekli, nem akar változtatni rajta. Tehát ha valaki nem szeretne változtatni vagy fejlődni, azzal én sem tudok mit kezdeni, sajnos. Tanultál ilyen klasszikus anatómiát, meg mondjuk egy orvosi szakot elvégeztél? Orvosi szakot nem, anatómiát igen. És hogy néz ki egy ilyen kezelés, hogy ide jönnek például, hogy enyhítsd a kemoterápia tüneteit. Akkor általában valószínűleg egy kranioszakrális kezelést adnék neki, ami eleve elkezdi a testéből méregtelenítési folyamatokat beindítva segíteni azt, hogy akár a kemóból, ami anyagok bejutnak, az maradjon benne a testében, ami hozzájárulás a testének, a szervezetének, és kiürüljön mindaz a salakanyag, aminek ki kell, hogy könnyebbek legyen kezelés során neki. Valami... nem tudom, valami fizikai dolgot bevisz a testébe, valamit megeszik, vagy lenyál, vagy csak... Nem. A saját testével dolgozom. Tehát ezt ugye osztópaták kifejlesztették, lemérték, hogy minden egyes szervünk, csontunk, szövetünk valamilyen mozgást folytat. És a testnek ezáltal van egy ritmusa. És amikor azzal a ritmussal dolgozunk, tehát nem egy ilyen külső erőszakos behatást érünk el, mint mondjuk a csontkovácsolás folyamán, hanem egy a testnek a ritmusát követve megyünk a testtel, akkor elő tudjuk idézni a testnek a természetes regenerációs folyamatát, hogy újra beinduljon, hogy felfokozódjon, és lényegében a test önmagát gyógyítja meg ilyenkor. És ezt ilyeneket csináltak már úgy, hogy ezt valaki közben mérte, hogy mi történik a testbe? És ez igen, egy tehát ezt az egész dolog. Technikát így fejlesztették ki, amerikai orvosok, oszteopaták, csontkovácsok, mérésekkel, mindennel igazolva, igen. De ennek utána tudtak nézni egyébként bármikor, bárhol nekem. És akkor miért nem lehet akkreditálni? Mert ez Magyarország. Hát. Ugye az egyedül, akik oktathatják Magyarországon a kranioszakrális terápiát, az ugye az Appledger Institute Hungary, amit gondolom akkor hallottál róla, meg ismerőseid is elvégezték. Hát elvileg csak ők oktathatják hivatalosan. Tehát, hogyha bárhol máshol látsz, akkor az valószínűleg nem hivatalos. De csináljátok, tehát az egész arról szól nyilván, hogy minél inkább tudsz segíteni, minél több eszköz van a kezedben, annál nagyobb eséllyel tudod megtalálni azt, amire szüksége van valakinek. Bocs, és... itt a Bolt Fesztiválon amúgy így nem fejlesztettél ki, vagy nem jutott az eszedbe ez a piaci rés, hogy itt a borzalmas másnapunkat mondjuk nem tudnád így azért megtáncoltatni a szerveinket? Vagy... Ez az egyik nagy kérdésem, a másik pedig, hogy elmondod, hogy én milyen szellemeket látok, mert azt mondtad, hogy lehet látni, hogy a másik mit lát. Fordítva szerintem, nem tudom, hogy konkrétan most mire gondolsz. Mert a kérdés az, hogy én fel tudom neked tenni azt a kérdést, hogy mi az, amit te látsz, és tudsz nekem beszélni róla. Tehát ha te összekapcsolsz azzal, amit látsz, akkor azon keresztül természetesen lehet látni dolgokat. Ja, tehát akkor azt mondod, hogy az, hogy te tudod látni azt, amit én látok, az azt jelenti, hogy el tudom neked mondani, hogy mit látok. Fordítva, tehát az, hogy milyen entitásokat látsz, az mindenkire egyénileg szabott. Tehát az, hogy körülötted kik vannak, körülöttem vagy körülöttetek kik vannak, az mindenki esetében más. Az, hogy te mit látsz, mi az, ami számodra elérhető, az számodra elérhető, az egyéni. De hogyha te ezzel a témával akarsz menni,
akkor nyilván létre tudunk hozni egy olyan közös teret, ahol tudunk ebben dolgozni. Nem annyira érted? Nem. Csak bennem ez akadt meg, és kicsit úgy érzem, hogy elbeszélünk egymás mellett, de lehet, hogy nem annyira, de mert ez most már lehet, hogy érdekesebb, hogy akkor viszont tehát mindenki a saját maga a szellemvilágát látja. Viszont tudunk csinálni egy ilyen üvegkupolát, ami alatt pedig ugyanazt fogjuk látni. Ezt mondod most. Egyébként akár ezt is meg tudjuk csinálni. De valójában vannak átfedések, mindig lesznek átfedések, de az, hogy hozzád kik tartoznak, vagy veled kik akarják felvenni a kapcsolatot, annak semmi köze hozzám. De lehet olyan gyakorlatokat csinálni, hogy megnézed, hogy körülöttem kik vannak, tudok róluk mesélni, és társait, tehát vissza tudom igazolni azt, amit mondjuk látsz. Tehát akkor mégis én meg tudom nézni, hogy te körülötted kik vannak, és aztán te pedig azt el tudod mesélni, és visszaigazolni, hogy igen, ezt láttam meg azt. Tehát akkor ezt megcsinálnánk úgy, hogy én valahogy megnézem a te körülötted lévő szellemeket, leírom, és te is leírod, és aztán utána összehasonlítjuk a két papírt. De tök mindegy, mert nem lesz ugyanaz, mert máshogy jelennek meg nekem. Ez változó egyébként, nagyon sok mindentől függ az, hogy te hogyan alakítod a saját érzékelésedet, látásodat, de alapvetően ezzel, igen. Ezzel akkor azt akarod mondani, hogy ha én nem akarom látni, akkor nem fogom látni. Hát ha van egy olyan nézőpontod, hogy nem látod őket, akkor be kell magadnak bizonyítanod, hogy nem látod őket, nem? Hát akkor a szellemvilágot úgy lehet látni, hogy elég ideig akarod látni. Ez is egy megközelítés. Én általában egész egyszerűen csak ilyenkor egy facilitálás során el szoktam kezdeni tisztítani azokat a nézőpontokat, blokkokat és egyéb olyan lényegében alakító tényezőket, aminek hála blokkoljuk a saját képességeinket, látásunkat, hiszen rengeteg hiedelmünk van, nézőpontunk arról, hogy hogyan kellene látni, érzékelni, és mindenki teljesen látásközpontú, azt hiszük, hogy látni mennyire menő őket. Hát kérdezz meg egy kisgyereket, aki összeszarja magát egész este, mert olyan dolgokat lát, hogy mennyire bulis látni. Valójában érzékelni sokkal könnyebb és tisztább és egyszerűbb, de ez csak az én érdekes nézőpontom. De ez mindenkinek más. Állsz egyébként kapcsolatban több olyan emberrel, aki így hozzád hasonló? Mármint, hogy így minden nap körbeveszik lelkek, és látnak, és nem tudom, hogy egyébként hányan vagytok Magyarországon, vagy valaki csak ezt megszokja, és akkor ebben létezik, vagy mindenki utána ezzel kezd el foglalkozni is? Tök jó kérdés, amúgy annyira jó hangod van. Bocsánat, de tényleg nagyon zseniális. Ez a fesztivál hangom, nem vagyok ilyen rekedt. Ja, nekem is, dettó. Gondolom hallottátok az összehasonlítást. Ja, úgyhogy igen, egyébként rengeteg, akár médiumként, látóként tevékenykedő emberrel állok kapcsolatban. Nagyon sokan segítették az utamat. Mész, hogy hányan vagyunk. De ezt mindenki külön nyomja, nincs valami közös, nem tudom, fórum vagy... Miért kéne közös fórum? Nem, mert általában az ilyenek azok egyre... Ez nem egy vallás, ez nem egy szektor, ez egész egyszerűen csak mindenki követi azt, ami neki elérhető, azt a tudást. Nyilván azok a tanítók, akikkel én is kapcsolatban állok, mindenkinek teljesen más az útja, a múltja, vagy az, ahogyan dolgozik, amilyen technikákkal dolgozik, de bárkit meg lehet találni, akár az interneten, akár személyesen, mindenki előadásokat tart, tanfolyamokat tart, de egyébként, ha csak a klienseimet is megnézem, rengetegen látnak. Tehát vannak olyanok, akiket 6 éves koruk óta kőkemény, egyébként gyógyszerekkel szedálnak le azért, mert az anyukája félt attól, amit mondjuk a kislány tudott, látott, akár a halott rokonoktól hallott, és nem lett volna szabad tudnia. Van, akit elmegyógyintézetbe próbálnak 20 évesen is berakni, és azt gondolom, hogy szerintem lehet másként is nézni erre a témára, és én tényleg csak ezt szeretném, hogy ez a téma ne egy olyan dolog legyen, amitől félni kell, hanem egy olyan dolog legyen, amiről lehet beszélni, ha ez valakit érdekel. De ez nem kötelező szerintem, hogy bárkit is érdekeljen. Szerintem nagyon sok embert érdekel, csak rengetegen azt látják, nem tudom, ismered a Kiskatót? Nem. Ő itthon erről híres, hogy nem feltétlenül azt látják, hogy ennek a biznisz látják benne. Hogy valószínűleg azért van, mert rengeteg ember kétségbe esett, rengeteg ember hiszékeny, és nyilván, hogyha mondjuk halálos betegséged van, vagy meghalt valaki, akkor sokkal nyitottabb vagy egy ilyenre. És akkor neki már nincs nagyon szüksége bizonyítékra se.
és akkor belemegy, és akkor lehet, hogy lelkileg megnyugtatja, de közben az egész valahol mégiscsak egy biznisz volt arra, hogy... Hát jelenleg egy tranzakcionális valóságban élünk, nem tudom, feltűnt-e valakinek, arról szól az egész világunk, hogy ha én adok valamit, akkor nekem kapnom kell cserébe, vagy csak azért adok valamit, hogy te aztán adj nekem valami mást, holott, és én mondjuk, nekem a szellemvilág egy hatalmas tanító ebben a téren, hiszen a természetnek az az ösztönös áramlása, amikor ajándékozunk és befogadunk, az nem egy tranzakcionális valóság. Helyesen más a kettő. Azt megértem, hogy miért kérnek érte pénzt, mert nyilván mindenkinek az ideje az pénz, de az, hogy azt látom, meg csomóan, akik ezt így szkeptikusak ebben, hogy igazából ez az egyetlen lényege. És nem, ez az elsődleges funkciója. Például most én láttam Kiskatónak ilyen gyógyító streamjeit, hogy nem tudom, 10 percet lehet venni, és akkor ott így találgat, aztán hát, ha eltalálja, hogy ő most milyen szellemmel beszélt, és akkor ott végén zenélt valaki 3 percet, és akkor ez igazából úgy érzem, hogy a hiszékenyeknek a kihasználása. Nyilván lesznek olyanok, mindig is lesznek és voltak, akik ezt a fajta megoldást választják, a tranzakcionális valóságban működnek. Én nem véletlenül szoktam elmondani, akár azoknak, akik felkeresnek, hogy szeretnének az elhunyt akárkiükkel beszélgetni, hogy nem tevékenykedem médiumként, lehetséges lenne, de nem látom értelmét, mivel mindenki képes erre. És sokkal egyszerűbb bennetek felébreszteni azt a tudást, ami ott van, hiszen az ébresztésről szól az egész, nem arról, hogy megmondjam, mi a tuti. Aztán majd te eldöntöd, hogy mit kezdesz vele. Mert amikor nagyon sokszor válaszokat akarunk emberekből kicsikarni azért, hogy aztán azt a választ vissza tudjuk utasítani. De amikor mi magunk találjuk meg ezeket az úgymond válaszokat a saját tudásunkból, azt nem tudjuk visszautasítani, hiszen az a miénk, és szerintem ez az alapvető különbség, ami ahogy mondjuk én dolgozom, vagy én működöm. De itt mindenki máshogy működik? Nincs egy ilyen, mondjuk, hogy a szellemvilág így működik, és azt valamennyire konzisztensnek kéne lenni mindenkinél, aki a szellemvilággal kapcsolatban van. De mégis ahány ember, annyi féle működése van a szellemvilágban. Pontosan, tehát a szellemek is máshogy működnek, az emberek is máshogy működnek, ha csak azt megnézed, igen, csak hogy mondjuk a normál orvostudománynál nincs ilyen, ott ez be van bizonyítva, és hogyha beveszel fejfájás sírapítót, akkor annak nagyjából mindenkinek ugyanaz a hatása. Mert beszélgettél már emberekkel erről? Tehát azért rengeteg olyan kliensem van, akik nem hatnak a gyógyszerek, akik hiába vesz be 6 fájdalomcsillapítót, konkrétan nem enyhülnek a tünetei. Tehát néha így lehet, hogy érdemes beszélgetni emberekkel, mielőtt ilyen általános értelmezéseket levonunk, de csak szerintem. Tehát azért hozzám rengeteg jönnek. Azért, mert nem beszélgettem emberekkel erről, azért az orvostudománynak akkor nincs igaza. Abszolút igaza van abban, amiben igaza van. Csak azt gondolom, hogy vannak olyan aspektusai, amire nem tér ki. Bocsánat, kérdezhetek én is. Tényleg csak azt hiszem, hogy így körözünk-e körül, de hogy tényleg az ember ahhoz van szokva, hogy az által érzékelt világnak akárhogy is, de van valami alapvetése, hogy mondjuk a gravitáció létezik, abban megegyezünk így konszenzusosan mindannyian. És az, hogy jó, a Csaba nem. De hogy az, hogy viszont ez ebbe a világban mindenki azt mond, amit akar, és te is azt mondod, hogy hát mindenkinek máshogy mutatkozik ez meg amúgy a szellemek is mind mások, és ilyen végtelen számú változóról beszélünk, és amikor meg odajön egy Kiskató, és azt mondja, hogy na figyelj, én megmondom, mit mondott a halott anyád, adj egy 5000-est, és akkor és ebben nincsen semmilyen szűrés, és te se tudod azt mondani, hogy nem, te bassza meg, aki kihasználja a szerencsétlen embereket, hanem te is csak azt mondod rá, hogy hát miért ne igaz, és de közben meg nem igaz, mert akkor oda megmondták, hogy akkor írja le egy papírra, hogy mit mondott a nem tudom a Berki, és semmi értelme nem volt, hazudott valami hülyeséget, ott élőben felgyulladt gyakorlatilag a stúdióban, annyira kurva égő volt az egész, és látszik, hogy kihasznál mindenkit, és de hogyha lenne az egésznek egy bármilyen alapja, amiköré el lehet kezdeni így felépíteni ezt a közös felfogást, az szerintem sokat segítene rajta. De azt mondod, hogy nincs. És nem is lehetséges. Valamilyen szinten van, és pont ezen dolgoznék, hogy legyen, és hogy legyen egy alap, amiről beszélünk. Mi az, ami valamilyen szinten van? Mi az az alap? De abban akkor meg kéne egyezni, és azt úgy ki... Szellem, az valahogy úgy van, hogy nem... Hogy én
leírom, hogy szerintem ez hogy működik, és a világ másik felén ugyanerre a következtetésre kéne jutni a több embernek egymástól függetlenül, és akkor valószínűleg ez tényleg ez az alap, ami ilyen megingathatatlan. Kérdez, egy olyan dologra akartok ráhúzni szilárdságot, amiben nem található szilárdság. De igen, és ez a baj, úgy érzem, hogy ez csak inkább kifogás, hogy ne kelljen bebizonyítani. Ez egyben rendkívül kényelmes. Igen, ez kényelmes. Okay. Legyen. Ha nektek ez kényelmes, akkor legyen. De nem nekünk kényelmes, hanem nektek, hogy nem kell bizonyítani. Mert azt lehet mondani, hogy hát ez így működik sajnos. És én, aki szeretnék ebben hinni, mert én is jobban örülnék értek annak, hogyha lenne ilyen. Oké, de ki mondja meg, hogy te hazudsz, vagy nem? Ki mondja meg, hogy a traumáid igazak, vagy nem? A lényeg az, hogy van-e valaki, akivel beszélhetsz azokról a dolgokról, akivel, amiről nem tudsz senkivel beszélni. A kérdés az, hogy van-e olyan elérhető, akár információ, vagy egy olyan de ember, egy traumát például egy pszichológussal is meg lehet beszélni, egy pszichiáter, uh-huh, pszichológussal, és ő erre ki is van képezve, hogy ezeket a traumákat fel. És nem kell hozzá csomó olyan dolog, ami körítésnek ott van. Bocsánat, én a pszichológusokat, a pszichiátereket is valahogy úgy el tudom képzelni, mint az orvosokkal, hogy megvannak a gyakorlatok, amik segíteni szoktak, és azokon mennek végig. És ugyanúgy az orvostudomány is, hogyha végül is lebontjuk erre a hentes igazságokra, amire alapszik, hogyha nem tudom, levágod az üszkösödő lábat, akkor nem üszkösödik tovább, és ez mindig igaz lesz, hogyha nem tudom, a fájdalomcsillapítót beadod, és az esetek nagy részébe hatni fog. És már mondjuk vagyunk olyan szinten, hogy esetleg meg tudjuk mondani, hogy valaki miért nem hat. És ugyanígy a pszichológiában is valószínűleg már azért elég sok minden fejlődött ebbe az elmúlt, nem tudom, 200 évbe, hogy már elég sok mindenre meg tudják mondani, hogy ez annál az embernél miért nem hatott ez a módszer. Tehát, hogy az is valamilyen alapokon nyugszik. Itt viszont az, hogy egyszerűen mindenkinek máshogy jelenhet meg minden, és az, hogyha állít egy teljes hazugságot, egy egyértelmű teljes hazugságot, az is igazság lesz. Ez így az egészet annyira aláássa, hogy akkor viszont nem tudhatod, hogy melyik az, ami nem egy büdös nagy hazugság. És nem tudsz védekezni ellene, bárki átbaszhat. Ezek a gyakorlatok, amiket a tudomány is kialakított, az mindegyik ugye ilyen kutatásokra alapszik. És én annyival kiegészíteni meg még ezt, hogy amiben pedig te mozogsz, ott ugye nincsenek nagyon kutatások, mivel ezt nem is tudom, hogy ez hogy lehetne egyáltalán kutatni. Tehát, hogy itt előbb jött a gyakorlat maga, és nem pedig az alaplefektetése, és ezért így ez elég megfoghatatlan. Nyilván maga a dolog is, amiben kutatni kéne, vagy amiben le kéne fektetni valami hipotézist, az is megfoghatatlan. Én nem tudok elkezdeni ebben kutatni, mert nem értek hozzá. Ezért is kérdeztem, hogy mennyi embert érint ez, akik ebben tudnának egyáltalán valamire elindulni. Csak itt maga a gyakorlat, hogy az működik-e, az már a páciensen élesben végződik el, és ott döntődik el, és nyilván mindenki más, de egy bármilyen másik betegségnél is mindenki más. Csak nem tudom, hogy érted-e, hogy mire akarok kiukadni, hogy itt az számomra egy nagy kérdőjel, hogy leül valaki veled, és akkor te csak így ráérzel, hogy mi az, ami neki hasznos, és nem az van. Nyilván nem lehet mindenkit sémák közé szorítani, de hogy minden tudományban ott már van egy alapkő, amire rá alapozzák azt a gyakorlatot, és onnan jön. Hogy eskü nagyon érdekes veletek beszélgetni, mert újra meg újra rájövök arra, hogy annyira kívül keressük a megoldásokat, mindig magunkon kívül keressük azt, hogy valaki mondja meg, hogy mi a tökéletes, megfelelő, helyes formula, ahelyett, hogy tényleg akár csak magunknak föltennénk a kérdést, hogy mégis mi a fene történik éppen velem, vagy mi az, amivel létrehozom azt, ami történik körülöttem, bennem. Lényegében azért lesz mindenkinek más az érzékelése, mert a saját valóságunkat vetítjük kifelé, és mi hozzuk létre azt, hogy hogyan akarjuk látni a szellemvilágot. De rengetegszer volt, hogy meséli kliensek, hogy éppen elment egy tanfolyamra, kérte, hogy végre gyógyuljon meg az a betegsége, amiben szenved, majd mondta, hogy így megjelent mellett egy hatalmas fekete alak, és akkor totál megijedt, és nem tudom, fél órájukba telt, mire elküldték. Ahelyett, hogy feltettek volna egy kérdést, hogy de oké, miért jött az az entitás? Holott előtte 2 perccel gyógyulást kért, és nagyon sokszor az, hogy hogyan látunk, elkezdjük emiatt visszautasítani akár az ajándékokat, amiket hoztak volna nekünk. Többes számban elküldték, akkor többen is látták egyszerre, és ugyanúgy. Uh-huh.
mert hogy ilyen is van akkor. Miért ne lenne? Erről beszéltem, hogy létezik ilyen is, ez egyéni is lehet, lehet kollektív is, de az, hogy most mindenki látta-e, vagy mindenki érzékelte, vagy mindenki éppen hallotta, ez viszont egyéni. De azt a kívülkerestést ez úgy érted, hogy most itt van az emberiség, és nagyon sok milliárd ember sok éves tapasztalatára épülnek, mondjuk az orvostudomány, nem azon, hogy egy ember kitalált és teszteget, hanem van... Régen voltak tézisek, azokat próbálgatták az emberek, és az, hogy sok milliárd embernek a tudása összeadódik, és abból kijön valami, az nem egy negatív dolog, és az sokkal több rostán átment, mint az, hogy én most kitalálok valamit magamtól. Igen, de amúgy annyira szép, hogy azt mondtad, hogy több ember tudása, és ez az, amit én keresek, hogy mi a tudásunk. Hiszen pont ettől, akár a hittel, akár egy csomó olyan érzéssel, hogy kívülről kell megkeresnem a megoldást, hogy el kell mennem valaki, az, aki megmondja, hogy mi a tuti, ezzel a saját tudásunktól kapcsolódunk le, holott valójában a tudomány is egy tudásból indul. De ez egy kollektív tudás. Hogy rájöttek dolgokra, amit nekem már nem kell bizonyítani, mert bebizonyítottak százszor, és arra viszont ráhúzhatok majd új dolgokat, amit ha állítok valamit, utána Los Angelesben ezt tőlem teljesen függetlenül ugyanerre kell jutniuk, és akkor elmondhatjuk, hogy ez így működik. Aztán és vagy utána... bejön neked, vagy éppen neked másra van szükséged. Hát vagy nem jön be, és akkor kiderült, hogy nem állítottam, és nem igaz, amit mondok. De hogyha bárhol reprodukálható például egy mérés, vagy egy bizonyítás, akkor az valószínűleg akkor megállja a helyét. De úgy, jó, és mi kéne hozzá egyébként, hogy akár ezt a témát végre tényleg elkezdjük mikroszkóp alatt vizsgálni? Tehát mi kéne az, hogy annyira érdekelje az embereket végre újra ez a téma, hogy legyenek akár mérések, akár ilyen hát ez tudományos ezt például nektek kéne megoldani, nem? Akik, nem tudod mérni. Akik ezt szeretnék elérni, nekik kéne akkor, nem tudom, a tudósokkal együttműködni, hogy akkor próbáljuk bebizonyítani. Csak az a baj, hogy ők meg azt mondják, hogy akkor hogyan álljanak neki, mert mondjuk értenek. Csak pont azok a történések, amik a szellemvilághoz kapcsolódnak, azt mondja rá a tudomány, hogy hát ez nem jó, meg mérhetetlen, meg mi azért tönkre mennek akár a felszerelések, tehát hogy általában ilyenek szoktak történni, nem? Hát vagy azt kéne megnézni, hogy mondjuk állítja több ezer ember ezt, hogy ilyeneket át, és akkor összevetni, hogy van-e valami közös alap, ami mindenkinél ugyanaz. De hát nem ezért van rengeteg akár olyan spirituális modalitás, ami nagyon hasonló dolgokról beszél, csak lényegében mindenki másképp magyarázza ugyanazt? Hát, de ettől az még nem lesz igaz, hogy most megvan, hogy kb. Mit szoktak mondani az emberek, és oda jövök én 1001-ként, meg már hallottam egyet, és akkor így kb. Én is azt mondom, mert tudom, hogy miket szoktak mondani. Az, amíg nem bizonyítottam be, hogy ez létezik. Szerintem amúgy egy kicsit előre tudtunk lépni, mert Én miközben legutóbb beszéltem, közben átkattant az agyom, és felfogtam, hogy te mit mondasz. De hogy mármint az egyik rész, hogy azt mondod, hogy az egész, hogyha tényleg ebből kiindulunk, és akkor ezt egy alapvetésként elfogadhatjuk, hogy mindenkinek máshogy jelenik meg ez az egész téma, és az is lehet, hogy pont ugyanúgy, mert ez is lehet, hogy ahhoz, hogy így biztosak lehessünk abban, hogy mit látunk, ahhoz nekünk emberiségnek kollektíven, minden egyes tagunknak látnia kéne, és te ezt mondod, hogy ez azért lenne jó, hogyha így nyitnánk e felé, és minél többen elkezdenénk figyelni ezeket a dolgokat, és akkor jobban, akkor esélyünk lenne megérteni a működését. Kicsit úgy képzelem, mint nem tudom, hogy ahogy a Newton mondta, hogy a jóslás az csak abból áll, hogy igazából, hogyha tudnád az univerzumnak az összes részecskéjének a mozgását, irányát, sebességét, akkor meg tudod jósolni a jövőt. És akkor ezt kéne végül is csak elérnünk. De közben te meg már arról beszélsz, hogy ja nem, várja, mégis akkor lehetne mérni is, hogyha csak fölrobbannak a gépek, de én meg ezzel meg megint... Tehát, majd akkor nézzünk amúgy teg utána ennek, hogy milyen kísérletek történtek, de én nekem a fejemben meg még mindig a szellemírtók vannak, és amikor a tudósokról beszélünk, akkor a zenekarra gondolok, és nem pedig arra, hogy itt tényleg van valami olyan bizonyíték, amit nem lehet megkérdőjelezni, mert akkor arról alapvetésként beszélnénk már mindannyian. Mert ez mindenkit érdekel. És az, hogy azt mondod, hogy egy több embert kéne, hogy érdekeljen, kurva sok embert érdekel, még a katóhoz oda mennek is szét pénzzel tömni. Pedig ő rajta aztán igazán látszik, hogy te Facebook live-okban osztja az igét, az már nem lehet valami jó.
Igen, félig el is mondta a Csokkar igazából, mert ez az érdeklődés, meg hit, meg ilyenek, ez így azért is érdekes, mert igazából olyat soha nem fogtok elérni, vagy senki nem fog, hogy valaki, vagy mindenki elhiggye ugyanazt. Ha megnézzük, ott van az orvostudomány, azt is mindenki megkérdője, vagy csomó ember megkérdőjelezi, nagyon sokan nem hisznek benne, alternatív gyógyászat felé nyitnak, azt mondják, hogy az orvosok lehúzzák pénzzel, sokan gondolják azt, hogy meg tud gyógyulni magától a fogok, miközben ez egy csont, tehát hogy így olyan nem lesz, hogy mindenki elfogadja azt tényként és igazságként, de olyan meg lehet, hogy bebizonyítasz állításokat, amiket most jelenleg mi megkérdőjelezünk ebben a beszélgetésben, vagy, de közben érdeklődés az van. Tehát, hogyha lenne egy kísérlet, ami az valamit alátámasztana, akkor én is kíváncsi lennék a részleteire, csak ahhoz ugye nyilván kell egy dokumentáció, kellenek kísérletek, meg ilyenek. De az orvostudományt is megkérdőjelezik, pedig orvoshoz ugyanúgy először oda megyünk segítségért, nem feltétlenül. A gyakorlatilag a tudománynak ez az alapja, hogy folyamatosan megkérdőjelezik a dolgot, és aztán, hogyha... De hogy ez nem egy rossz dolog, azért kérdőjelezik, hogy az utam biztos fejlődik, legyen. Ha mert kiderül, hogy valami nem igaz, akkor azt elfogadják. És folyamatos megkérdőjelezés, ami előre viszi ezt. Csak így az a... Hogy... Ahhoz, hogy például az, hogy most ki mit lát, meg ilyen dolgok, az rendben van, de hogy onnantól kezdve, hogy valaki például gyógyít, meg ilyenek, akkor már szeretném, hogy legyen valami konkrétabb bizonyíték. Mert most valaki ide jön hozzám, és azt mondja, hogy nem tudom, neki vannak otthon igazi pokémonok, azt mondom, rendben van, menjen játszani, de hogyha már rendesen gyógyít, meg ilyenek, az onnantól kezdve egy olyan terep, ahol én azt gondolnám, hogy ott már nem ártan, hogyha lenne valami kézzelfoghatóbb dolog is. Van kézzelfoghatóbb annál, mint amikor a kliens jön, hogy az egész életé óta tartó gluténérzékenysége az így tűnt el? Vagy amikor valaki hát hazamegy, és végre lehet... 3 hónap után alszik, miközben olyan inzomniától szenved, hogy már nem tud a munkájában koncentrálni? És ezt ilyen placebo, mert az orvostudományban az úgy szokták ezeket bizonyítani, hogy placebót adnak a felének meg rendes gyógyszert, és akkor kiderül, hogy van jön a gyógyszer miatt gyógyult meg, vagy amúgy is mindenki, mert azt hitte, hogy gyógyszert kap, produkált jó eredményeket. Szóval ez a placebo hatás az nagyon erős amúgy, és ezért az orvostudományban nagyon, nagyon gyakran tesztelik, és itt van ilyen teszt, hogy mondjuk valakit nem igazából gyógyít meg egy ilyen szellemlátó, valakit meg az aktuális szellemek alapján gyógyít meg, és megnézzük, hogy ki az, akinek hatott, ki az, akinek nem. Mennyire után elég bizonyíték neked az, hogyha mondjuk a betegsége nem jön vissza? Hát mondj egy idősávot, ami neked hihető. Hát most az, ki tudja, hogy most emiatt volt-e? Ez attól, hogy nem, nincs bebizonyítva, hogy összefüggés van a kettő között. Tehát ha semmi más nem csinál valaki, csak mondjuk hozzám eljön egy kezelésre, és miatta eltűnik az a betegség, amiről papírja van, hogy ő fogyatékos, akkor lényegében valószínűleg csak úgy. Akkor ezt utána tudományos módszerekkel is be lehet bizonyítani, nem, hogy az eltűnt. Abszolút, tehát rengeteg ilyen esetem van, hogy már papíron ott van, hogy eltűnt a rák, hogy a szívburok meg nagyobb adás visszaállt, ami orvosilag lehetetlen, hogy a gluténérzékenysége már nem felfedezhető, tehát hogy... De be lehet bizonyítani, hogy mi az összefüggés benne. Nem csak az, hogy elment hozzád, hanem hogy mi okozta ezt fizikailag. Az, hogy elkezdte megváltoztatni ahogyan a világra néz és a saját testére. És ez fizikailag hogy változtatta meg? Hogy, ez hogy befolyásolja a sejtjeit például, hogy eltűnik egy rák? Hogy ezt látni lehet akkor, hogy valami által ez ott elkezd mondjuk lebomlani. Ennyire potensek vagyunk valójában. A testünk képes bármit átalakítani és meggyógyítani, ezért van egy regenerációs készsége a testünknek, hogy használjuk. Csak nagyon sokszor ezt eltemetjük, elaltatjuk, és valójában csak fel kell ébreszteni a testünket arra, hogy ezt megváltoztassa. És ezt tudjuk befolyásolni, mármint mi saját magunknak. Ez tény, de hogy ez pedig a betegségek mentális része. Tehát, hogy nem kizárható az, hogy a fizikális tünetet egyébként azt máshogyan kezeled, de amit most mondasz, az nekem inkább a mentális része, és az a te mindsetet átalakítása, igen. De a kettő teljesen együtt működik, szerintem. Pszichoszomatika egyébként, amikor a... Tisztában vagyok valami a pszichoszomatika, nem, igen. Azért mondom, hogy igen, ezt a pszichológia is használja nyilvánvalóan ezt a... Tehát ez az, amikor a saját belső világod, meg a gondolataid tényleg fizikai kihatással vannak a testedre, nyilván, tehát ez is megállapítható, de akkor a
az egész egy mentális kezelés tulajdonképpen, és azért most egy kicsit a kettő oldal között ültem a földre, mert látom, hogy ez egy spirituális és pszichológiai típusú gyógyítás, amit elvileg te kínálsz, és Ádámék pedig nagyon csak a fizikai és csak a tesztelhető dolgokra, de ugye nagyon sokszor az érzelmeinket, a beakadásainkat, a nyomorúságos depressziómat nem tudom én magamnak kikezelni nyilván, tehát ezért kellenek, hogy ezek a... És ez a kettő, ez nem fog találkozni szerintem, nyilván ez a pszichológia az a terület, ahol ez a kettő így találkozik, és az még most is gyerekcipőben járt, tehát ezt így is tanítják, tehát én is vettem föl több pszichológia típusú órát az egyetemen, és ott minden órán elmondták, hogy nem túl régóta foglalkozunk vele, és vannak olyan részei, ami egyszerűen etikátlanság miatt nem tesztelhető. Tehát ugye bizonyos, amiket a nácik csináltak, ilyen félelemkísérletek, meg hasonló borzadályok. Szóval, hogy nem mindent akarunk tesztelni, vagy nem mindenbe akarunk belemenni, de nyilván valamennyire foglalkozott ezzel a lelki világgal, meg a gondolati síkkal már a tudomány, tehát nem arról van szó, hogy egyáltalán nincsen ilyen, de a szellemeket, mint entitásokat, vagy ilyen külső befolyást semmilyen módon nem tudtuk eddig bizonyítani, az, hogy felrobbant a kamera, vagy valamilyen equipment, az oké, okay, az az összes yeti üldöző showban is benne van, és ez egyszerűen nem bizonyíték. Nyilván ezek ilyen filmes klisék, ezt akarjuk látni, nyilván megteremtjük azt, hogy hú, igen, ez egy szellem volt, ez része annak, hogy akkor te magadnak mondod azt, hogy igen, én ezt szeretném hinni. De hogy ez hogy fog gyógyítani, vagy hogy lesz ennek valamilyen pozitív kimenetele, azt meg ugye Ádám még nem... Tehát nem hogyha ez tényleg, akkor még hasznos is lenne, hogy ez valami be legyen bizonyítva, mert akkor az orvosok ajánlhatnák ezeket a dolgokat, és be lehetne emelni. És akkor, de valamiért mégsem. Szerintem ezen már túléptünk, hogy van, igen, hogy volt rákja, megcsináltad a kezelést, utána nem volt rákja. Oké, ez be van bizonyítva, de én ebben viszont még mindig nem értem, hogy hol vannak ebbe a szellemek, mert már eltértünk ettől, és hogy azt viszont meg, tehát ezzel csak az bizonyosodik be, igen, hogy akár, tehát hogy akár a pszichoszomatikus Isten, én is felvettem volna ezeket az órákat, de nekünk csak favágás volt. Szóval, hogy meggyógyul a beteg, igen, de hogy ez most a szellem hatására volt, a pokémonok hatására, vagy nem tudom, azért, mert valaki a ház falának a másik oldalán úgy dekázott a labdával, hogy attól ő meggyógyult. Hogy bármelyiket mondhatod, és mindegyiket ugyanannyira lehet bizonyítani. Vagy azt mondod esetleg, hogy nem. Mi a kérdésetek? Hogy miért nem a labdával való dekázás gyógyítja meg, és miért a szellem? Ahogy mondtam, a saját öngyógyító képességeinkkel tudunk változtatni a dolgokon. És a szellemvilágot úgy lehet elképzelni, mint egyfajta üzemanyagot, amire a testünknek lehet szüksége, és lehet neki hozzájárulás. Ugyanúgy, ahogy akár egy gyógyszer időnként, ugyanúgy, ahogy akár az, hogy bemész egy fürdőbe és megmártózol, ugyanúgy a szellemvilágnak is van egy olyan hozzájárulás energiája, ami tudja éltetni a testünket, amiről folyamatosan megtanulunk leválni, elkülönülni, és ezáltal lényegében egyfajta üzemanyagot megtagadunk a testünktől. És nagyon sokszor egyébként igen, képesek csak azáltal meggyógyulni emberek, hogy elkezdenek újra kapcsolódni a szellemvilághoz, a képességeikhez, vagy legalábbis megmenekülnek az elmegyógyintézettől, kinek mi. És igazából én csak azt gondolom, hogy nem árt, hogyha van erről edukáció, mert látszik, hogy hiányzik. Tehát, hogy tök durva, hogy itt ülünk 2022-ben, és arról beszélgetünk, hogy ez most van, vagy nincsen, ahelyett, hogy azt néznénk, hogy kinek miben tudna ez hozzájárulás lenni, mit tudna megváltoztatni az életében. És hogyha senkit nem érdekel, senkit nem érdekel, tök jó. De vannak emberek, akiknek ez lehet, hogy az életét mentette meg, vagy menti majd meg. És én is rengeteg tanítást, féle iskolát, modalitást jártam végig, mire találtam ennyit, amire azt mondom, hogy na, ez nekem segített. És mindenki túlmisztifikálja ezt az egészet, pedig sokkal egyszerűbb és letisztultabb, mint az, hogy most ördögöt kéne űzni meg ilyenek.
És bocsánat, akkor magával ennek a tudásnak a terjesztésével kapcsolatban, tehát amit a gyógytornász lány említett, nem tudom, mi volt a neve annak a képzésnek. Kranioszakrális terápia, gondolom, amire gondoltad. Kranioszakrális, aha, igen, igen. Szóval, hogy az nem probléma például, hogy ezt exkluzívan egy helyen, egy cég taníthatja, és csá, tehát, hogy nincs, ez nem akar terjedni, ezt nem akarják kiadni a kezükből, ezt a tudást ők így maguknak. De hát ahogy a hölgy is mondta, hogy már orvosi egyetemeken is tartanak erről előadást, oktatnak akár ilyen alapvető mozdulatokat, technikákat ebből nagyon sokszor, tehát nagyon-nagyon komoly munka van abban egyébként, hogy kezdjék el akkreditálni, akár ugye tényleg orvosi egyetemeken. Már elkezdték, nem? Ja, tehát, hogy most már krediketeket kapnak érte az orvostanhallgatók. Amikor én tanultam, akkor még, ez, még erről álmodni sem mertek volna. Jó, oké. Tehát akkor haladunk tulajdonképpen a felé, a közös ground felé, hogy ez a tudás mindenkinek megszerezhető legyen. Mert egyébként magával az ellenőrizhetőségével is az egyik probléma az, hogy ez egy exkluzív dolog elvileg, tehát vannak, akik látják a szellemet, és van, aki nem. És innentől kezdve azok az emberek kiestek abból, hogy bármilyen módon előre mozdítsák ennek a szakterületnek mondjuk a feltérképezését, mert csak aki látja a szellemeket, az tud bármit ehhez hozzátenni. Tehát... Mondjuk ezzel annyira nem értek egyet, tehát tényleg nem csak a látás van, mint érzékelés, és nagyon sokan azt hiszik, hogy nem látnak szellemeket, de közben hatféle másképpen érzékelik őket. És tényleg nem az a lényeg, hogy bebizonyítsuk, hogy mindenki lásson szellemeket, hanem az a lényeg, hogy megkeressük, hogy egyénileg kinek milyen hozzájárulás lehet a szellemvilág, hogyha valakit ez érdekel. Én egy kicsit örülök annak, hogy amit itt az elején poénból mondtam, az végül is nagyjából ez lehet majd a jövő, hogy akkor a szellemeket ledarálhatjuk Kalmopirinnek. Hogy azt mondod, hogy ez egy ilyen energia, amit akkor bele lehet csatornázni. Én engem az is érdekel, hogy akkor mondjuk ezzel lehetne így repülni, meg ilyen songokú kamehamehákat nyomni. Vagy ez csak, hogy az embernek van ez a, ide születünk ebbe a szargyártó testbe, és akkor ez a maximum, csak ezt ugye akármennyire lerohasztjuk, ezt meg tudjuk gyógyítani. Te ezt jó, 40 pakli cigit, kijön a kis tüdőrákon, akkor ezért elmegyek a szellemgyógyászhoz, körbe táncol a füstölővel, a rákom elmúlik, de úgy már nem tud körbe táncolni a füstölővel, hogy én utána viszont ilyen energiasugarakat lőjek ki a tenyeremből. Bocsánat, mert csinálhatunk egy kis filmet, mert annyira jól hangzott. Úgy már megtörtént, egy egész sorozat van belőle. Nem láttad a Dragon Ballt? Tudom ajánlani. Azt hittet, hogy ezt magamtól találom ki. Azt a kurva. Bocs, egy kicsit okosabbnak tűntél, mint amit most elmondtál magadról. Igen, ez szerintem sose tűntem senkinek ennyire kreatívnak. De bár én találtam volna ki. Most már rossz kedvem lett. Nincs egy szellemed? Mennyi kéne? 10 deka jó lesz. Igen, de nem szeletelve. Jaj, már, hogyha bemegyek veled a WC-be, akkor felszívunk egy kis szellemet, nem vagyok rohadva egy kicsit. Milyen elvárásaid vannak, miért nem lehet itt és most? Itt is lehet. Felszívhatunk most egy szellemet? Bassza meg! De erre rá lehet kapni? Nem? Meg én nem fogok börtönbe menni, ezt most megmondom, én nem megyek börtönbe, nem kapnak el élve. És akkor visszajövök szellemként, és felszivatom magam valami, valakivel, akit utálok, és aztán pedig bebörtönöztetem. Amúgy tényleg felszivatunk most egy szellemet, vagy csak viccel? Amit csak szeretnél, ez a te választásod. De, az jó. Hát figyelj, hányan szeretnél a testedben lenni? Tehát ez, te döntöd el, mi a kényelmes. Nekem annyira nem buli. Már mi nem buli, hogy felszívtál egy szellemet? Mert én nem tudom már azt a gond, hogy nem tudom, hogy mikor beszélünk komolyan. Már amikor viccelünk, és azt mondod, miért nem lehet kamehameházni? Amúgy nem tudom, figyelitek-e, de hogy azt a kérdést teszi fel, hogy miért nem lehet. Eldöntötte, hogy nem lehet. Nem tenné fel a kérdést, hogy lehetséges egyébként valami hasonlót ezen a világon? Tehát, hogy
hogy hol marad a kíváncsiság, a megkérdőjelezés akár, tehát hol marad az a természetes kíváncsiságunk, hogy oké, nekünk itt most mi lehetséges? Én 11 évesen nagyon akartam varázsolni a Harry Potter után, szóval, hogy, és én őszintén hittem, hogy egyszer majd így egy stuport beküldök, de nem jött össze. Szóval, és nyilván az összes gyerek kamehámezott a tévé előtt egyébként a 90-es években, és akartuk, és küldtük a Son Gokunak az erőt, de hát mégse lett semmi, bazd meg. Mondjuk mindig győzött, bazd meg. Hát én el tudom képzelni, Csaba, hogy küldted az energiát, az spirit bombhoz. Ah, igen, hagyd ne. Ez eszembe se jutott. Figyelj, de még akkor csak ezért, de akkor az is lehet, hogy az a valóság, amiben a Son Goku legyőzte a dermesztőt, és a Csaba adta hozzá valóban az energiát. A spirituális nem... erőmet hozzáadtam. Tudod, mit nem próbáltunk még? Azt a fúzolást, hogy egy fél Csoki, meg egy fél Csaba nagyon dagat lenne. De azért nem tudjuk megcsinálni, nem tudnánk így addig így egyensúlyba egy lábon állni. Azonnal eldörnénk. Ez igaz. Na jó, mindegy. De jó, csak igen, végülis a Csaba elmondta, csak közben elvicceltem, bocsánat, szóval, hogy a tiszta akarat az nem biztos, hogy elég ezekhez a dolgokhoz. Legalábbis eddig ez az empirikus evidencia az erre utal, hogy hiába. De hát ott igen, most, hogyha eltekintünk attól, hogy tényleg a Csaba energiával is győzött a Son Goku, de hiába huhogtunk, hiába csapkodtunk, nem sikerült, és annak a gyereknek se sikerült túlélnie, aki meg azt hitte, hogy majd repülni fog, amikor kiugrott a panelházból. Szóval pedig ő biztos nagyon akarta, hogy meg bízott ebben. Még mindig a bizalom és a hit az egyetlen dolog, ami eltávolít minket a saját tudásunktól. Igazából már annyi hülyeséget létrehoztunk, kitalálmányoztunk és megfogadtunk. Esküket tettünk, hogy soha többé nem használjuk az erőnket, mert mágián égtünk el, vagy egyéb fincsiségeket csináltak velünk. Én nem csodálom, hogy ennyire nem akarunk erre ránézni, vagy ennyire nem akarunk beleállni abba, hogy mi lehetséges. És pont ezért kezdődik tisztítással, és rengeteg tényleg konkrét tisztítással, eskük feloldásával az egész folyamat, hiszen rengetegszer fogadtuk meg, hogy ezt soha többé nem csináljuk. De jó hír, hogy már egy olyan világban élünk, ahol maximum ez van, hogyha valaki megkérdőjelezi ezt az egészet, és nem egy mágiára raknak föl. És most már lehet erről beszélni, és el lehet kezdeni újra, akár erről tényleg, akár ilyen értelmes keretek között beszélgetni. De tényleg az a jó, hogy beszélgetünk róla, tehát nem az van, ahogy mondtad, nincs mágián égetés, hanem tényleg akkor viszont ehhez az is kellett, hogy az az oldal is, akit megkérdőjeleznek, az is hajlandó legyen leülni a beszélgető asztalhoz, úgyhogy nagyon köszönjük. Tapsot szeretnénk kérni. Mennyi időnk van még amúgy? Minusz fél óra. Jó, de túl izgalmas volt amúgy. Micsoda? Na, akkor Ádám valami konklúziót, légy szíves. Én csak gondoltam, elköszönök, és mindenkinek jó fesztivált kívánok. Mert nagyon köszönjük, hogy ennyien eljöttetek. Elég sokan vagyunk, ahogy nézem. Igen, láttam koncerteket, ahol kevesebben voltak, szóval egész jó. Igen. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki eljött, neked is, Lili. Köszönjük. Én köszönöm, hogy itt lehettem véletlen. Vagy nem véletlen. Nem, amúgy tudtuk, hogy itt vagy. Reméltük, hogy ide jössz. Lesztalkoltatok Instán, mi? A vágom. És mondta, hogy itt vagy. Reméltem, hogy... De hát nem mondtuk, hogy bárki amúgy déltől kettőig itt van. Így a fesztivál, ha csak nem itt a sátorból épp kiesik. De egész sokan összegyűltünk. Úgyhogy jó bulit mindenkinek még már, és köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Tényleg köszönjük, ide jött így, sokkal érdekes.